Na, sziasztok, köszöntelek benneteket szeretettel. Szokatlan, hogy így kell beszélni, de én ezt így nem tudom. Ezt nem folytatjuk így. Nagyon örülök, hogy ahogy én ezt jeleztem, szombatonként próbáljátok az életeteket úgy alakítani, hogy el tudjatok jönni és meghallgatni mindig olyan, névjuk azt, hogy előadónak, de azért sokkal több. Sokkal több, de hát így csak mindenki számára ismerősként. Olyan gondolatokat, aminek az a lényege, hogy személyesen találkozni. Mert lehet könyvet venni, lehet CD-t venni, lehet filmet nézni, mindent, előadásokat YouTube-ról meg lehet nézni, mindent, de a személyes egy erőtérbe, aurába benne lenni, az sose pótolható. Arról nem beszélve, és biztos vagyok benne, azt meg fog erősíteni, hiába készül föl valamire, és fölveszünk is időre, ha ő újra kezd és élőbe, ezer új gondolat jön be, ami által viszont újabb-újabb anyag lesz kibontva. Én ezért nagyon-nagyon preferálom azt, hogy olyan, aki ide jön, és nyilván ő fölkészült és hoz magával már egy általa megszerkesztett műsort, tegye hozzá azt, ami neki még abból jön. Mert minden dolog akkor a legértékesebb, ha az, aki előadja, az hiteles. A hitelesség az, ami a legnagyobb hiány, mert nagyon sok ember nagyon sok mindenről beszél, csak amikor egy picit úgy ráhangolodsz, és erre szoktam mondani, hogy nektek a belső hang baromi jó, akkor rögtön rá fogsz jönni, hogy az nem biztos, hogy hiteles, csak ott van. Én nagyon szeretnék olyan embereket ide hívni, és hál' Istennek sikerült is, olyanokat is ide hívni, akik el se képzelték volna ide el fognak jutni, és olyanokat is ide hívni, akik már mindig tervezik, hogy eljönnek, amikor van lehetőség, hogy őket hallgatjuk. A mostani alkalommal megint egy új téma lesz, itt mindenki számára azt gondolom, ez ismerős lesz, idegen civilizáció, földön kívüli dolgok. Most egy magyar embernek azt mondani, hogy földön kívüli, az elég nevetséges, azt nem érti, bár szerintem minden ember nevetséges, mert minden ember földön kívüli, csak nem tudja, hogy honnan származik. Rá kéne nézzen a tükörbe, megnézze a genetikáját, megnézze, hogy egyáltalán hogy van összerakva, és akkor kéne kutatni, hogy ő hogy működik. Ugye szoktam nektek mondani, föl kéne állítani mindenkinek azt a bizonyos családfáját, tekítsd úgy, hogy életfádat, és kutas, és akkor kiderül, hogy te nagyon sok ezer évre, vagy még tízezer évre fogsz eljutni, aminek a végpontján most ott vagy, és akkor fogsz rádöbbenni, hogy az őseid iszonyatosan büszkék lennének rád, ha őket ismernéd. De miután nem ismered, és ezek nem feltétlenül te vagy az oka, hanem az adott világ, amiben élsz, ami éppen a legrosszabb arcát mutatja utolsó pillanatait, nem engedte, hogy megismerd. Viszont nekünk meg az a feladatunk, hogy mindenki jusson el abba a tudati állapotba, hogy szeretné megismerni az őseit. Ezért nagyon fontos, és ezért mondom mindenkinek, és ezért mondom minden alkalommal el, hogyha te valamit akarsz csinálni, valóval akarsz menni, valamitért akarsz tenni, először te rendezd le magadba a gondolataidat, tudd meg az őseidet, tudd meg, hogy ki vagy, tudd meg, hogy honnan származol, mert onnantól egy rendezett eszencia vagy, amelyvel nem lehet vitatkozni, nem lehet megvezetni. Ma a megvezetés világkorszakának a végén vagy, az utolsókat rúgja a megvezetés, de nem felejtsd el, nagy erő, nagy tudás, nagy hatalom van mögötte. A te hatalmad nem más, mint az ősiséged. Amit viszont elvettek nagyon régen, ezt vissza kell kapd, meg kell értsd, hogy ez csak te tehetsz. Ők is hozzá fognak tenni, az eddig itt elhangzott előadók is hozzátettek, meg akik jönnek. De a legfontosabb az, hogy ti vagytok, akikhez hozzá kell tenni. Mindenből szedjétek ki azt, ami emeli a ti tudásotokat, és eljutott ahhoz az ősponthoz, ahonnan te származol. Nem volt még itt olyan, aki nem beszélt erről. Teljesen más témában, teljesen más szövegkörnyezetben mindenki ugyanarról beszél, az ősiségnek a keresése, a tudásnak. A tudásod meg akkor ér valamit, ha megtapasztalod meg, akkor fogod tudni. Ha tudod, hogy mit tapasztalsz meg, és használni is tudod, tanuld meg használni a múltadat, nem kérkedni, nem dicsekedni, nem sóvárulni kell rajta, nem azt kell hinni, hogy a múltban nincs semmi, a múltodban van az teljes igazság. Ehhez ma gondos erők, nagyon nagy tudású erők, nagyon nagy technikát vetettek be, igen komoly technikákat, igen komoly lehetőségeik vannak, hogy te ebben ne akarj élni. Kérlek, élj vele, vedd elő az őseid szellemét, egy magyar embernek, a magnépének ez nem lehet kérdés, a magnépe pontosan az a társaság, és nem kevés, sokkal több, mint amit mondanak,
hogy csak benned van a tudás, de hogy ezt te mikor bontod ki, hogy mikor fogsz eljutni oda, na ez a legfontosabb. Kérlek, hogy ezt ne feledd el. Úgyhogy... Nem, az én oldalamon van. Így van. Na, tehát azért kérlek benneteket, hogy ugyanúgy most elindítottam egy élőt, nem fogom ezt csinálni, azért teszem, hogy segítsek némelyeketeknek, aki éppen olyan állapotban van, hogy nem tud eljönni, nem tud köztünk lenni, de ez nem jelenti azt, hogy ezt fogom rendszeresen tenni. Nekünk szükségünk van mindannyiótokra, azokra is, akik nincsenek itt, azokra is szükség van, akik tervezik, és azokra, akik már voltak. Nyilván van egy bizonyos eseménysor, amiben bele kell illeszkedni, ez a munkád, az állapotod, ezt megértem. De azt kérek mindenkitől, azt tekintse nagyon fontosnak, hogyha te valahol részt akarsz venni, ahhoz neked ott kell lenni. És ugye a világ ma arról szól, hogy gyere, vegyél részt. Ahhoz, hogy mind akarsz részt venni, ahhoz ezt neked tudnod kell. Nem én irányítalak, engem se irányít senki. Nem is akarlak irányítani, saját magad, belső hangod, a sugallatod irányít téged. Ha ezt megtartod, akkor rá fogsz jönni, hogy soha nem leszel megvezetett, illetve lehull az a bizonyos köd, repel, amit az emberiség ma nagyon-nagyon mélyen érintve tapasztal, hogy tudás nélkül, hisztékenységbe, félelembe lebegve milyen szörnyen tud élni. Értsétek meg, egyetlen egy lehetőség van. Az ismeretek, a tudás, a megtapasztalás, mert onnan már nem hiszed, hanem tudod, és amit már tudsz, azt már is hiheted. Úgyhogy nagy szeretettel átadom a szót Miskolci Lacinak, aki egy megint olyan témát fog hozni, amit úgy gondolom mindenki számára ismert, és legyen a általa tartott előadás egy újabb látszeme annak a sorozatnak, mivel azt kell mondjátok, hogy többek lettetek, és hasznosítani tudjátok. Hogy fogadjátok szeretettel, Miskolci Laci. Köszönöm szépen, Miklós. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, én Miskolci Laci vagyok, és eléggé sok témát fűztem össze ebbe az előadásba. Megpróbáltam úgy összeilleszteni őket, hogy ezek között megvan a kapcsolat, még ha idézőjelbe téve különállónak is tűnnek. Tehát fog beszélni az ősi építményekről, akár természetes, akár mesterséges alakzatokról, ezt hozzákapcsolom a magyarsághoz, bár inkább a magyarság témáját azt majd Szemző Gábor barátom utánam kibontja sokkal jobban, és utána ezt összekapcsolom a földön kívülekkel, inkább a pozitív, jóindulatú lényekkel. Miért is választottam éppen ezt a témát? Én alapvetően középiskolában és technikusin építészetet tanultam, úgyhogy van némi rálátásom ezekre a témákra, már csak azért is, mert ekkoriban akadt a kezembe Erich von Däniken-nek a könyve, aki ugye eléggé nagy hatással volt rám. Nem mondom, hogy mindenben egyetértek vele, nagyon sok mindenben viszont igen. Az a lényeg, hogy Däniken nagyon sok mindenre rámutatott, ami a múltunkkal kapcsolatban nem éppen úgy van, ahogy tanítják nekünk. Egyébként, hogyha közben esetleg köhögnöm kellene, elnézést kérek, nemrég jöttem ki egy betegségből, nem Covid, de néha így kapar a torkom, tehát ez remélem, nem fog előfordulni, meglátjuk. Tehát mi a kételyeknek az oka a múltunkkal kapcsolatban részben? Hát természetesen az, hogy különböző építmények eléggé kérdőjelesek, bár a mainstream tudomány elfogadja azt, hogy mit tudom, fagörgőkkel húzták oda a tömböket, stb. De egyrészt kérdéses az, hogy hogyan építették őket, kérdéses az, hogy ki építette őket, és ugye az is kérdéses, hogy egyáltalán ki építette őket. Ez legalábbis nagyon sok építménynél így van. És hát egy nagyon alapvetővel szeretném kezdeni, ugye a gizai nagy piramis, vagy éppen a piramisok. Állítólag időszámításunk előtt a 26. században, tehát olyan 2500 környékén épült, és a mainstream szerint ez Hufunak a műve, és gránitból és mészkőből készült. Ez nem baj, elment itt a hang, vagy? Most. Nem? Lehet hallani. Ja, jó, rendben van.
És hát ugye a tömböknek a súlya az 1,5 tonnától kezdve a 10 tonnáig terjed. Hát ugye ezt nem hiába írtam föl, hogy melyik építménynek az építő kockái, hogy úgy mondjam, mennyi súlyúak, ennek majd lesz jelentősége. Nagyon fontos az, hogy találtak a piramisban egy üres szarkofágot is. És egyáltalán nem bizonyította az, hogy ebbe a szarkofágba bármikor is egy fáraó feküdt volna, tehát hogy egy temetkezési hely lett volna. Az egyiptológusok minden egyes piramisra rásütik, hogy ez temetkezési hely, holott ennél az esetnél abszolút ez nem fedi a valóságot. Nagyon sokan találgattak, vagy nem csak találgattak, hanem elméleteket, hipotéziseket állítottak föl, vizsgálódtak, hogy mire is használták ezt a piramist. Van, aki szerint beavatóhely, én részben ez mellett foglalok állást, tehát hogy ez beavatóhely, de volt már az, hogy vízgyűjtő, volt az, hogy elektromosságot gyűjtenek bele. Nagyon-nagyon sok minden volt, szerintem 20-30 hipotézis van ezzel kapcsolatban. Mindegyik nyilván nem lehet igaz, de nem tudjuk pontosan, hogy mi célt szolgált. Biztosan nem temetkezettek benne, az egyértelmű. Már csak azért sem, mert a falakon ugye nincsenek jelzések, nincsenek írások, hogy most éppen ide fektettük be Hufu fáraót, vagy bárki mást, mert ezt nagyon szerették úgymond hangoztatni, tehát hogy jelezni az utókor számára, hogy éppen ez kinek a műve, vagy éppen ki fekszik benne. És számomra mindig is megmosolyogtató az, hogy minden egyes évben szinte előrukkornak azzal, hogy megfejtették a piramisok építésének a titkát. És minden egyes évben teljesen másként fejtik meg. Tehát ez nem tudom, én mindig jókat mosolygok. De a külön vicces dolog az, hogy fizikailag soha nem vitelezték ki bármilyen módon, hogy felépítették volna a piramisnak a mását. Ha jól emlékszem, a 70-es, 80-as években franciák, nem vagyok benne biztos, hogy franciák, de nekem franciák rémlenek, megpróbálkoztak ezzel, de nem jártak sikerrel. Tehát a modern eszközökkel sem tudták megépíteni őket. És hát ugye ezek a mindig az, hogy megfejtették a piramisok titkát, gyönyörű szép rajzokat, meg 3D-s animációkat csinálnak, meg ilyen kis apró kis modellecskébe, ilyen kis gyerekjátékokként, hogy hát ez így és így épült, de hát mindegyik sántít a maga valóságában. Tehát építészként azért én rá tudok nézni valamilyen szinte, hogy ez mennyire fedi a valóságot. Elméletnek jó, csak éppen gyakorlatilag nem lehet kivitelezni, azt tudom ezzel kapcsolatban mondani. És a másik az, ahogy mindig így számítgatnak persze pontosan, hogy adott tömbökre egy perc tellett, hogy betegyék a helyére, utána jött a másik, és akkor hány munkás dolgozott rajta, már most nem rabszolgák, tehát ezt már kijavították, évtizedenken keresztül az volt, hogy rabszolgák építették, ez ugye most már nem igaz, hanem állítólag munkások, és mindig van egy ilyen, hogy úgy mondjam, update, egy ilyen feltöltés, hogy következő évben megint jön egy másik megfejtés, hogy éppen hogyan építették, de mindegyik sántít a maga valóságában. És ugye kicentizik, hogy éppen 20 év alatt épült, 30 év alatt épült, 40 év alatt, de hogyha 40 év alatt, akkor hány építőkockák kellett lezajlania a helyretételnek, 1 perc alatt, 2 perc alatt, tehát ez annyira, hogy mondjam, ilyen nevetségesen, erőszakosan hangzik, hogy úgy mondjam, erőtetetten, hogy nem fedi a valóságot. És gyanítom, majd ebbe az évben is ki fog majd jönni egy újabb hír, hogy megfejtették a piramisok építésének a titkát, és egy újabb elmélettel rukkolnak elő. Nagyon sok éső építménynél észrevehető az, hogy különböző csillagállásoknak megfelelően építették őket, még akkor is, hogyha korszakok választják el őket egymástól. Mindig figyelembe vették az építők a korábbi építészeknek a munkáját, hogy éppen hova helyezték azt az adott építményt. Biztos nem véletlenül oda helyezték, ahova helyezték. És hát egyértelmű, számos más helyen is észrevehető ez, hogy a piramisokat, a gízai piramisokat az Orion konstelláció mentén helyezték el, az Orion övre. Ez nagyon érdekes, mert ennek is egy építész a felfedezője, ott az alsó képen látható szemüvegben, Robert Bauval, aki építészmérnök, és vizsgálta ezt a kapcsolatot. Ő a, úgymond a fő támogatója ennek a hipotézisnek. Nagyon sok mindennel alátámasztotta, és szerencsére könyvei megjelentek magyarul is, tehát ezek elérhetőek. Továbbá ott van fölötte Graham Hancock,
az ő neve szerintem sokaknak ismerős. Megmondom őszintén, ő sokkal közebb áll hozzám, mint Deniken, bármennyire is tisztelem a munkásságát. Tehát nagyon precíz, mindent alá támaszt, beszélget a szakértőkkel, megcáfolja őket, tehát nem a levegőbe beszél, és szerintem egyre fokozatosan, ahogy haladunk a jelen felé, egyre több bizonyíték gyűlik össze az ő elméleteivel kapcsolatban. Jobb oldalt Zahi Hawass van, ugye a fő egyiptológus. Sokan mondták azt, hogy az egyiptológiát úgymond kisajátítja a maga részére, és nagyon sok kritika érte. Szokták azt mondani, hogy tudósok, hogy ők mindenre nyitottak, csak alá kell támasztani bizonyítékokkal, elméletekkel, vagy éppen hipotézisekkel, amik aztán vagy megerősödnek, vagy elvetik őket, és hát ők mennyire nyitottak. Most a Graham Hancock vitára, vagy éppen megbeszélésre hívta a Zahi Hawasst, hogy beszélgessenek a múltunkkal kapcsolatban, kiemelve Egyiptomot. Ez a felvétel megtekinthető a YouTube-on is, tehát hogyha bárki beírja a két illető nevét, tehát a Graham Hancock Zahi Hawass, akkor meg tudja nézni ezt az adott vitát, már amennyi ugye fönt van belőle, és Hancock felvetette, hogy a piramisoknak köze van az Orion konstellációhoz, és ezt Bauval elméletével kezdte alátámasztani. És mondom, mindenki nézze meg ezt a felvételt, ahogy ezt meghallja a Zahi, elkezd torka szakadtából üvölteni, hogy ő ezt a marhaságot nem hallgatja végig, ennek semmi köze a valósághoz. A Hancock persze mondja, hogy de hát maradjon már végig, hát ő még végig sem mondta, most kezdte az egész előadást, és még bele sem mentek a témába, minek ültek össze, tehát ez egy hivatalos megszervezett összeülés volt, prezentációval, érvekkel, pro-kontra, és egyszerűen a Hawass az kirohant a teremből, utána megint visszajött, megint elkezdett torka szakadtából üvölteni, úgyhogy a Hancock meg kb. Így állt ott a mikrofonnál, hogy gyerekek, ez micsoda. Szóval ennyit a tudomány nyitottságáról. A Sphinx is nagyon érdekes, magától értetődik. Itt van egy Robert Scotch nevű férfi, aki tudós és geológus, tehát szakmabéli, hogy úgy mondjam, és ő felfedezte nagyon sok bizonyítékkal együtt karöltve más egyiptológusokkal is, tehát ennek voltak támogatói szakmai körökön belül is, hogy víz okozta eróziós nyomok vannak a Sphinxen, csak hogy ezek az eróziós nyomok arra mutatnak vissza, hogy ezek 12 ezer évvel korábban keletkeztek, és ennek a nyoma ott van a Sphinx aljánál valamilyen szintig. És nagyon érdekes, mert hogy Bauval, Hancock, meg ez a Robert nevű férfi összevetették az elméleteiket másokkal együtt, hogy a Sphinx alatt a egyiptomi feljegyzések alapján is van egy csarnok. Egy feljegyzések csarnokának nevezik ezt, ahol úgymond a titkos tudást elhelyezték, és ez a felfedezésre vár. Lehetne forszírozni, hogy azt az egyiptomiak rakták oda, az atlantisziak, tehát ugye a kettő között kapcsolat van, magától értetődik. Sőt, még voltak olyan modern, úgymond ezoterikusok is, hogy ott egy repülőcsésza is el van rejtve, vagy valamiféle űrhajó. Ezt nem tudom, de az a lényeg, hogy ezt a feljegyzések csarnokát azóta úgymond nem fedezték föl hivatalosan, mondom még egyszer hivatalosan, de nagyon jó tudni különböző felvételeken is, hogy a Sphinxben van egy ilyen bejárat, és lehet, hogy azon keresztül lehet megközelíteni, vagy pedig valamelyik piramis felszíne alatt található egy olyan lejárat, ami által el lehet jutni a Sphinxhez is. A Sphinx nagyon érdekes, mert szintén ez a 10.000-12.000 év közötti dátumba éppen a oroszlán csillagképre nézett rá, és pont ebben a pillanatban a három piramis meg az Orion csillagképre. Tehát ennek van egyfajta jelentése. A másik dolog, hogy a piramisokban a szellőző kamrák is, amiket nem régiben felfedeztek, szintén az Orionra néznek rá, és ott szépen el is tusoltak bizonyos felfedezéseket. Hát erre mondják azt, hogy Hawass ugye kisajátítja egyiptológiát, azóta nem lehet róluk hallani. Még feliratokat is találtak, ami nem egyiptomi írás volt, vagy éppen nem tudták őket megfejteni, de azóta nincsen hír róluk. Tehát így meg lehet akadályozva, úgymond a felfedezéseknek a tovább görgetése. De egyértelmű, hogy különböző csillagképek irányába néznek a szfinxek is, meg a piramisok is. Na már most ugye, hogyha ezek 10.500 vagy 12.000 éves időintervallumban így ennyire
passzolnak egymáshoz, akkor ugye felvetődik, hogy a piramis valóban 2500 évese. Arról most nem beszélek, hogy most ezt földönkiek építették-e, egyiptomiak építették-e, stb. Nem tudnám pontosan megmondani, én azt mondom, hogy akár egyiptomiak is építették, de biztos nem úgy, hogy rámpákkal, meg fagörgőkkel, meg a többi marhaság. Nem mondom azt, hogy íti műve az egész, tehát. De besegíthettek, ugye, mert ott nagyon sok istenség volt, akik földönkívülek voltak, de megvan a kapcsolat közöttük. Na most nézzük a Stonehenge-et. Ugye ezt is hivatalosan Krisztus előtt 2500 és 2100 között építették, itt különböző időintervallumok vannak, mert hogy nem egyszer építették meg. Tehát voltak belső körök, ezt szélesítették ki, voltak árkok, stb. Feltűnt idővel, tehát ez is több évtizedbe került, mire felfedezték, hogy ezek a körök, vagy a különböző tömbök csillagászati ciklusokat is jeleznek. Hold és napfogyatkozásokat, nyári napfordulókat, napkeltéket, tehát ennek van egy ilyen csillagászati vonatkozása is, teljesen egyértelmű. Van itt egy csapat, itt látható a képen, ez a igaz vagy hamis, van egy erről nagyon jó sorozat, magyarul is ment a tévében, Paranormális akták, ez a címe, és van egy úgymond tudósból, egy FBI nyomozóból, parakutatóból álló csapat, akik különböző rejtélyeket nyomoznak ki, hogy igaz vagy hamisak. És úgy állították, hogy a Stonehenge-et földönkívülek építették, és hogy fel tudják-e ők maguk építeni a maguk módján. Ott a helyszínen van pár ilyen rámpaszerűség, meg vannak ilyen fából készült anyagok, és bebizonyították, hogy meg lehet építeni a különböző tömböket, tehát egymásra lehet helyezni. Tehát itt tényleg arról van szó, nem úgy, mint a piramisoknál, hogy igen, ezeket a tömböket egymásra lehet helyezni a helyszínen. Itt nincs is semmi baj ezzel, tehát ezt tételesen bebizonyították. A probléma, ami adja ezt az egészet, amit már ők se tudtak bebizonyítani, hogy ezek a tömböket honnan a fenéből hozták pontosan, a másik, hogy a legközelebbi lelőhely, amikből a tömbök készültek, azok több mint 390 kilométerre van. Tehát ebbe gondoljunk már bele, hogy mekkora távolság. Úgyhogy nem egy síkfelületről van szó, hanem folyók, dombok, akár hegyek, különböző síkságok. Tehát a legközelebbi lelőhely irdatlan távolságra van. Itt egyébként vannak 4 tonnás kömbök, vannak 50 tonnás kömbök is, tehát vannak különbség itt is. De a lényeg az, hogy óriási a súlyuk. Tehát én azt mondanám, hogy nem látok abba problémát, hogy ők ezt helyszínen meg tudták építeni, mert mint látjuk lehetséges, tehát nem kell hozzá egy földönkívüli technológia, de hogy ezeket a tömböket hogyan vitték az adott helyre, az már egy megint másik kérdés, és ez nincs is bebizonyítva, sem általuk, sem úgymond a tudomány által. Tehát az, hogy én random csettintek egyet, és azt mondom, hogy igen, onnan a világ végéről hozták oda, az nem bizonyíték. Itt van egy legenda is, ami nagyon-nagyon fontos, ezt majd a később kifejtem, hogy miért. Ide kapcsolják ugye Merlint, mert ugye mondták azt, hogy druidák építették, akár különböző szerzetesek építették a Stonehenge-et. Merlin, ugye a nagy varázsló, az Arthur király mondokörbe szerepel többnyire. Ő azt állította, hogy Írországból hozták a tömböket lebegtetéssel. És ugye erre mondják azt, hogy mese, meg legenda, stb. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire mese az alapja. Nagyon fontos részhez érkeztünk, mert ez a Göbekli tepe, ami Törökországban található. Ez 12.000 éves. Tehát csak úgy mondom, hogy a sumerek ugye 5-6.000 évre datálják, ez 12.000 éves építmény. Tisztán emlékszem arra, amikor a magyar sajtóanyagokat lapozgattam a könyvemmel kapcsolatban, és találtam egy olyan írást tudósoktól, hogy akkor lenne bebizonyítva Atlantisnak a létezése, hogyha találnának legalább 10-12.000 éves építményeket. Erre itt van, mert hát felfedezték, és azóta is azt mondják, hogy Atlantis nincsen. Tehát magukat cáfolják meg. A másik kedvencem egyébként az, amikor Zahi Havasznak a könyvét lapoztam föl, neki egyiptomi könyvei jelentek meg, magyarul is, és már azzal kezdi a bejegyzésnél, a bevezetőnél, Atlantis nem létezett pont. Tehát nagyon pozitívan, nyitottan tudós módjára kezdi a mondani valóját. Tehát a lényeg az, hogy itt van Göbekli tepe,
ennek a feltárása a mai napig zajlik. Tehát ennek a 90%-a mai napig nincsen feltárva. Nagyon-nagyon sok rejtély van még ezzel kapcsolatban, nagyon sok kérdés. Egyébként azt szokták mondani, hogy ez a feltételezett édenkertnek az egyik helye, hogy úgy mondjam. Nyilván ebben vannak pro-kontra érvek is. Valaki az édenkertet teljesen máshová teszi, én ebben nem foglalok állást, nem tudom. A különböző tömbökön viszont ott vannak a rajzok, a vésetek, az üzenetek, amik egyértelműen azt is mutatják, hogy részben csillagfigyelő központnak tartották, vagy éppen használták, sőt, különböző jelek arra utalnak, hogy egyfajta szintén ilyen beavatásokra is használták, mégpedig asztrális utazásokra. Most, ha vannak ott táltosok, vagy sámánok, vagy bármi, és nagyon sok jel mutat arra, hogy igen, voltak itt is, akkor ugye egyfajta testkilépéssel, vagy a szellemvilággal kapcsolatban igenis elutazhattak a tejútra, vagy bárhová máshová. Ugye Graham Hancockra visszatérve, ő azt állította, hogy volt egy ilyen katasztrófa, ami elérte a Földet, nagyon sok civilizáció pusztulását okozta, és innentől kezdve van egy ilyen, úgymond egy szünet a civilizációban, és utána jelent meg a Sumér és a többi. Mindenki azt mondta a tudományos körökön belül, hogy Hancock hülyeségeket beszél, erre nincsen bizonyíték. Most a Göbekli Tepével kapcsolatban kiderült végül, tehát ez már bizonyított tény, hogy egy 12 ezer éve ezelőtti üstökös katasztrófát jegyeztek le, amit az akkori emberek megéltek, a civilizációk nagy része elpusztult, az állatok nagy része kihalt, és olyan állatok is szerepelnek a sztélén, amik Törökországban úgymond nem is éltek akkoriban. Tehát ez megint egy régebbi civilizációra mutat vissza. Egyértelmű az, hogy létezett egy ilyen tömeges kihalás. Tehát erre már nagyon sok bizonyíték van. Az, hogy ezt nem akarják hivatalosan elismerni, az a saját dogmatikájukat minősíti, nem pedig úgymond a kutatókét. A másik érdekesség még az, hogy felvetették azt, hogy természetesen az Anunnakiknak is köze van ehhez az építményhez. Erre lehet, hogy Miklós sokkal többet tudna mondani. De a lényeg az, hogy hozzákötötték azt, hogy már itt is szerepe volt az Anunnakiknak, nem csak a sumereknek ehhez az építményhez. Ugyanis az még mindig nagyon kérdéses, hogy valójában kik építették. A környéken ugyanis nem találtak településnyomokat, nem találták azt sem meg, hogy ezek honnan származnak, nincsen ott semmiféle táborhely, való igaz, hogy még a 90%-a nincsen felfedezve, de egyébként nincsen bizonyíték arra, hogy kik építették ezt a bizonyos Göbekli Tepét. De szerintem ez eléggé bizonyíték arra, hogyha már egy 12 ezer éves civilizációt találtak, akkor igenis ott van bizonyíték Atlantisra, meg az összes ősi civilizációra, amikről fennmaradtak az iratok vagy legendák. Ez a kedvencem, megmondom őszintén, a Baalbeki trilitonok. Szicsin vizsgálta ezeket a tömböket, hogy úgy mondjam. Azért is hangsúlyoztam azt, hogy melyik tömb mekkora, mert ugye Egyiptomban vannak 5-10 tonnás tömbök, Stonehenge-ben 20-30, na most itt egyetlen egy tömb 800 tonnás. Tehát azért gondoljunk már bele, hogy ez mekkora különbség, és mégis sikerült megmozdítaniuk. Ezeket trilitonoknak hívják, mégpedig azért, mert három van ott, itt a fekete-fehér képen látszik is, és fölötte van a Jupiter templom már, ami megmaradt belőle. A hivatalos tudomány azt mondja, hogy ezt föníciaiak, vagy éppen rómaiak építették, csak hogy ennek nulla írásos bizonyítéka van. Annak van írásos bizonyíték, hogy a Jupiter templomot valóban ők építették valamilyen módon, de annak semmi jele, hogy ezt a föníciaiak vagy a rómaiak építették volna, vagy ők mozgatták volna bármilyen módon. Tehát azért gondoljuk végül logikusan. A Jupiter templomnak az oszlopai sokkal kisebbek, vagy éppen kevésbé nehezebbek, vagy sokkal könnyebbek, és ha már azt megemlítik az irataikban, hogy a Jupiter templomot felépítették, akkor miért hagyták volna ki ezt a monumentális művet, hogy egy 800 tonnás tömböt kihagyjanak az egészből? Abszolút csak rájuk akarják kenni, hogy ők voltak az építők, de erre nulla bizonyíték van.
Van egyébként egy 1200 tonnás tömb is kibányászva, tehát 400 tonnával több, mint a 800-a. Az mellett állnak ott az emberek, tehát ezt is elmozdították úgymond a bányából, tehát megvan ennek a lelőhelye, de valamiért nem vitték el odáig. Nem tudni, hogy miért, egyszerűen besippett itt a idők folyamán a földbe. Egyértelmű, hogy el tudták vinni, mert hogyha bányából elhozták egy félúton, akkor meg tudták emelni. De hogy miért nem tették a helyére, ez egy nagyon jó kérdés, ez szerintem örök rejtély is marad, addig, amíg nem találnak erre egyfajta bizonyítékot. De a lényeg az, hogy valamiért ott hagyták. Volt egy ilyen találgatás, hogy éppen bárkik is az építők, a mozgatók, azokat éppen meglepte egy jelenséges sereg, vagy éppen elmenekültek, vagy elvitték őket az UFO-k, nem tudom, de valamilyen oknál fogva ott hagyták. És nagyon fontos, hogy ezek a 800 tonnás tritonok 7 méter magasságra emelték föl. Tehát ott még van egy alapzat, és arra tették föl az egészet. Most ez is egy jó kérdés, hogy mégis hogyan. A bánya az ugye a hegyen van. És hogy ezt miért mondom? Úgymond a hivatalos tudománynak megvan erre egy válasz, hogy hogyan mozgatták a tömböket. Van egy francia fickó, aki még a 70-es években, tehát ott van 1977-ben, írt egy publikációt, hogy ezeket a úgymond tömböket különböző darukkal, fagörgőkkel, kötelekkel vonszolták oda a helyszínre. Hát megmondom őszintén, mikor elolvastam, majdnem agyvérzést kaptam. Tehát az egy dolog, hogy különböző kisebb tömböket el lehet vonszolni görgőkkel, meg kötelekkel. De gondoljunk már abba bele, hogy egy 800 tonnás kőtömböt, vagy 1200 tonnás kőtömböt hegyről lefelé, ilyen talajon, hogy úgy mondjam, hát megnézzük, hogy ki az, aki levonszolja. Tehát, és ez úgy, hogy ez az ember leírta, lerajzolta, az a kettő ott az ő rajza, gyönyörűen tud rajzolni, mitagadás, lerajzolta, az úgy hivatalosan el van fogadva, hogy punktum, az így történt, és kész. És ez nincsen felülvizsgálva, 77 óta ez van elfogadva, és ha bárki azt mondja, hogy gyerekek, ez hülyeség, akkor minket nevetnek ki, ugye. Nagyon fontos, itt van egy római, föníciai stéli, egy ábrázolás, egy daruról, ahogy éppen a Jupiter, az előbb említett Jupiter templomot építik. Oké, ezzel nincsen semmi baj, csak a Jupiter templom, mint említettem, ugye nincs ekkora súlyú, tehát a különböző építő elemei, és ez a bizonyos daru maximum, de az már nagyon maximum 100 tonnát bírt el. És Jean-Pierre Adam azt mondta, hogy ezeket a darukat egymás mellé pakolták, és akkor így mint, a, mint valami hinta, vagy nem tudom, hogy a fenébe, így átlendítették a köveket, és ott van szépen alatta a görgő is. Hát ez, majdnem mondtam valamit, de inkább hagyjuk. Tehát ez vicc tárgya, én szerintem, tehát ezt így nem lehet kivitelezni. Tehát az, hogy egy bizonyos daru elbír 40-50 tonnát, oké, de az, hogy egy 800 tonnát, még ha egymás mellé is teszik, röhelyesnek tartom, és ettől függetlenül ez van elfogadva a történészek között. Tehát én itt látom azt, hogy mindenféle, tehát tőlünk mindenféle bizonyítékot elvárnak, ha megvan bizonyíték, az sincsen elfogadva, de úgymond a történelemben nagyon sok esetben olyanokat fogadtak el bizonyítéknak, ami nincsen megfelelő módon alátámasztva, úgy, ahogy azt tőlünk várják el. Rajzolni én is tudok, ugyanezt tudom rajzolni, de ettől még nem lesz igaz az egész. És azért is hangsúlyoztam, hogy 800 tonna, hogy három utasszállító repülőgépnek a súlya. Tehát gondoljunk el, három utasszállító Boeing repülőgépet, hogy egymásra tesszük, és azt mi szépen elhúzzuk marhákkal, meg fagörgőkkel. És hát ugye az építők kiréte szintén kérdéses, azt nem is kell mondanom. Nagyon sok mindent mondhatnék még az ősi építményekről, tehát arról is lehetne egy komplett előadás. A lényeg az, hogy ide tettem pár dolgot, még egyéb érdekességek, különböző helyekről, Szacsonban, Peru, Pumapunku, Bolívia, ezeket ugye Hancock is, meg Deniken is sokszor tárgyalta. A felső képen például ott van egy lépcső fejjel lefelé. Tehát, hogy ez hogyan borult föl, hogy úgy mondjam, már ez is egy jó pár kérdés felvet, nem tudja senki sem. Ott vannak az igencsak pontos H blokkok, vagy éppen H építőelemek.
és a két szélső kép a mérnöki precizitás mutatja. Hát nyilván, aki hátul ül, vagy messze ül, az nem látja, hogy itt apró lyukak vannak egymás mellé vésve, és ugye ezt csinálták kalapáccsal meg vésővel, hagyd mondjam, ez van hivatalosan elfogadva. Nem csoda, hogyha felvetődik valakibe egyfajta modern technológiára való utalás, tehát akár még egy fúrószerkezet is. Tehát ezeket nem lehet ilyen vésőkkel, meg kalapácsokkal megalkotni. Hiába vannak szépen lerajzolva a történelem tudósoknak a könyveibe, mert hogy ezeknek a nagy része is úgy van elfogadva, hogy valaki a 70-es, 80-as években kitalálta, lerajzolta, és akkor úgy volt. De az, amikor már szó szerint azt mondanám, hogy a gyerekek, akkor fogjatok egy vésőt, meg egy kalapácsot, fogjatok egy tömböt, és csináljátok meg. Hát én azt nem tudom megcsinálni, mert 100 évbe telik. Hát akkor gratulálok, akkor mi értelme az egésznek? Itt van ugye Teotihuacán is. Itt már szintén érdekes az, hogy nem tudjuk, kik építették. Tehát az asztékok, meg a később amerikai népek csak rátelepettek ezekre az építményekre, úgymond magukénak tudták be, de tudjuk, hogy csak később települtek be a helyszínre. Azt mondják, hogy ez az Istenek születésének a helye. Lehetséges, hogy valóban így van, az Istenek, vagy éppen az adott földönkiek itt tisztálhattak le, akár elsők között. És hát azért tettem ide ezt a képet, mert a Vatikán szépen lemásolta az egész Teotihuacán építészetét, tehát ott van középen a főtér, körülötte a legnagyobb építmény, és így széles sába itt mennek mellett a további építmények. Tehát itt ez már sokaknak feltűnt, hogy azért a Vatikán lemásolta ezt az egészet. Nem mondom, hogy minden egyes építménynek az eredete ismeretlen, mert valóban találtak sírokat, valóban találtak feljegyzéseket, de a nagy része az még most is kérdőjel. Nem tudják, kik építették, nem is tudnak vele mit kezdeni, mert erre vonatkozóan nincsenek leleteik. Simán el tudom képzelni azt, hogy a tetejére éppen leszáll egy adott csésze, azt így levonulnak ott a lépcső méltóság teljesen az idegenek, vagy éppen az adott istenségek. Na itt hoznám vissza úgymond a Merlin legendát, a lebegtetést, mert hogy nagyon sok ilyen lebegtetéssel kapcsolatban vannak további mítoszok, vagy éppen feljegyzések, mégpedig Tibetben. Van egy Henrik Jelson nevű építészmérnök, tehát ő foglalkozott építészettel, főiskolán ezt tanulta, aki nagyon sok könyvet írt már Deniken előtt, az 50-es években, 1953-tól kezdődően, ősi technológiákról, ősi földönkívülekről könyveket. Többen is voltak, akik megelőzték Deniken, csak nem lettek olyan híresek. Tehát kapásból 20 ember tudnék mondani. Tehát Henrik Jelson volt az egyik, aki egyben repülőgép technikus is volt, és ő is számos helyet bejárt, járt Tibetben, és ott egy Dr. Karl, tehát ez egy álnév, nevű fickó mondta el neki, hogy a különböző papok meg szerzetesek időnként a hangszerek által kőtömböket lebegtetnek, és ő ennek szemtanúja is volt. Nem tudta pontosan, hogyan működik, de azt látta, hogy ahogy kántálnak, ütik a dobot, ott voltak fúvós hangszerek, hogy a kőtömb egy ilyen 10 méter magasra fellebegett, és a helyére került. És ide csatolnám be mellé, ugye a Coral kastélyt, amiről biztosan sokan hallottak, vagy hallottatok már, Edward Leskalnin építette egymaga. Fontos kihangsúlyoznom, hogy egy ilyen 160 centi magas fickóról 50-60 kilóval van szó, és egymaga felépített több tonnás kőtömböket, kőtömbökből ezt a bizonyos kastélyt, amiről ott látható egy képrészlet. Senki nem tudta, hogy hogy csinálta. Egy úgymond egy írásos feljegyzés maradt fent, hogy valaki egyszer úgymond az éjszaka közepén egy ilyen csapat kikukkolta, mert nagyon vonzotta őket, hogy ez hogy van, és azt látta, hogy lebegnek a kövek a helyükre. És Edward azt írta a jegyzeteiben, a fennmaradt jegyzeteiben, hogy megfejtette a piramisok építésének a titkát. És itt azért már eléggé szépen összeállnak a dolgok, hogy lebegtetés, egy apró emberke is helyre tudja tenni a több tonnás kőtömböket, mindenhol megtalálhatók egymástól függetlenül a lebegtetéssel kapcsolatos mítoszok, ez már kell, hogy jelentse egy megoldást, egy valamit, egy utalást. Erre mondja azt a tudomány nagyon sokszor, hogy hát jó, de ez csak legenda, most honnan tudjuk, hogy ez így volt, ez csak egy mítosz. Hát nem sokáig, mert hogy
már tudósok felfedezték különböző laboratóriumokban, és nem a történészek, hogy akusztikus levitációs módszerrel lehet lebegtetni különböző tárgyakat, és akár kőtömböket is. Nyilván ez még csak kicsiben megy, ahogy láthatóak a fotók, ott van egy ilyen apró labdácskákat lebegtetnek, különböző vízcseppeket is, és tehát működik a dolog. Itt felolvasnám, mert ez pont fontos, hogy hangszórók segítségével álló hullámot hoznak létre, amelynek rezgési csomópontjaiban a hangnyomás semlegesíti a gravitáció hatását. Az ezekre a pontokra elhelyezett tárgyak súlytalanul lebegnek. Elviekben nincs határa a lebegtetett tömeg nagyságának sem, csak nagy hangnyomásra van szükség. Akkor most gondoljunk el, hogy az adott törzs összeül, rengeteg hangszer, emberek, lehet, hogy éppen körbeveszik magukat még valamiféle úgymond hangtompintóval, hogy egy helyre összpontosuljanak ezek a hangfrekvenciák, és a kőtömb szépen elkezd lebegni. Így van megoldása az egész dolognak, és ugye ez már valamilyen szinten be is van bizonyítva, hogy így van. Tehát én építészmérnöki szemmel azt tudom mondani, hogy igen, vannak olyan ősi építményeket, amiket részben meg lehetett úgymond a hagyományos technológiával építeni, viszont vannak olyanok, amiket egyáltalán nem. És úgy vélem, hogy ez az egyik megoldása a különböző kőtömböknek a egymásra helyezésére, meg vannak olyan technológiák, ami úgymond elvesztek a múltban, tehát szerintem továbbra sem fedeztük fel őket, lehet, hogy használtak egy olyan építészeti módszert, amit azóta sem fedeztünk föl. Nem maradt írásos nyoma, nem maradt semmiféle nyoma, és ha visszanézzük más technológiákat, sztéléket, iratokat, szentiratokat, legendákat, nagyon sok olyan írásról szólnak, megoldásokról, akár repülés terén, akár másmilyen technológia terén, hogy egyértelműen mutatnak arra, hogy itt volt valami, nagyon sok ponton, amit ismertek, természetes volt az ősi népeknek, de mára úgymond ez egy elfeledett tudás lett. És hogy ez most Atlantisból származott-e, az égiektől származott-e, ezzel lehet úgymond variálni, mind a kettő is lehet egyszerre természetesen, de egyértelműen mutatja, hogy volt itt ilyen. És hát az is mutatja, hogy nagyon sok látogatóink voltak itt, akiket isteneknek, tanítóknak neveztek. És ugye, mint ahogy most is nagyon sok faj látogatja a Földet, hogyha összehasonlítjuk őket, a múltban is látjuk, hogy nagyon sokféle istenséget írnak le, vagy éppen fajokat. Ott van például az Anunnakiknál ezeket különböző módon is ábrázolják, de ugye az általános a félig ember szárnyas lények, ugye sumereknél. Ott van a félig pikkelyes, félig ember, Oannész Mezopotámiában. Őnála is azt mondják, hogy kijött a tengerből, az embereknek elmondta azt, amit tud, majd visszatért a tengerbe. Tehát ott is lehetett egy bázis, vagy bármi másmilyen dolog. Ott vannak a további félig hajszerű lények, félig emberek, a nomóknál, ugye Afrikában. Tehát itt azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezek egymástól különböző törzsek, teljesen földrajziak máshol helyezkednek el. Lehetett egy ilyen minimális kapcsolat közöttük, tehát én nem mondom, hogy nem, de egymástól függetlenül is ugyanarról számolnak be. Ez pedig csak egy tapasztalati tudás lehet, teljesen egyértelmű. Ott vannak a teljesen emberi kinézetűek, a skandinávoknál, görögöknél. Hát nekem rögtön a modern szőkeföldön kívül plejádi beszámolók jutnak eszembe róla. Vannak más bőrszínűek is, ugye a kék, ami a szanszkrit iratokban vannak, ugye az avatárt is innen mintázták többnyire, de hát most is vannak olyan földönkép beszámolók, ahol kékbőrűek, vagy éppen lilásbőrűek ezek a lények. És hát ugye ott van a kígyó hüllő, reptiliános vonal, ugye a kvacilkovatról, asztékoknál. Tehát különböző istenségek vannak, tanítók, másként néznek ki, de egyúttal van olyan leírás is, ahol úgymond csapatban játszanak, tehát összefognak egymással. És ezek között nagyon sok az átfedés a modern, úgymond kontaktusokkal kapcsolatban. És azért is vetettem ezt föl, mert ugye, hogyha most én készítek valamit, megalkotok valamit, akkor azt ugye magamnak tudom be. Hát az enyém az érdem. Én csináltam, én építettem, és a többi. Most a legtöbb ősi nép nem azt mondja, hogy ők építették feltétlenül, hanem hogy az istenek segítségével, vagy éppen ők építették az istenségek, vagy besegítettek. Hát most, ha én csinálok valamit, akkor miért fogom rá másikra a dicsőséget, ugye? Ez is mutatja azt, hogy közöttük jártak annak idején is, meg volt a kapcsolat. Most is meg, csak nem ismerik el.
És most is megvan, igen. És most áttérek Magyarországra, itt már többnyire természetes természetes építményeket is bevetek, de nagyon sok mindent ki kellett hagynom, tehát nem fér bele egyszerűen az előadásba. És az egyik kedvencem egyébként a pákozdi ingókövek. Én jártam is ott a helyszínen. Egyébként én vagyok ott a szikor alatt. Hát nem vagyok olyan erős, hogy én támasztom meg. De ez alapból így áll. Ez Fejér megyében Pákozdon található. Egy gyönyörű, egy ilyen fensík, hogy úgy mondjam, gyönyörű környezetben. Elszórtan vannak kövek is. Vannak olyanok, ahol így egymásra vannak téve. És hát, mint a képen is látható, van olyan, amikor csak úgymond imbolyog. Tehát azért mondják azt, hogy ingókő. És ezek gránitból készültek. Hivatalosan a víz és a szél alakította ki őket. Hát ezt megnézném, de igen. Tehát, de többen is azt feltételezik azért, tehát erre van nyitottság, hogy ezek mesterségesen is elkészültek. És hát ez a nevüket is mutatja, hogy pogánykő, oroszlánszikra, pandúrkő, tehát ez megint a múltunkra mutat rá vissza, hogy itt kellett valaminek lennie, akik esetleg kialakították a köveket, vagy használták is valamire. Tehát lehettek itt egyfajta pogány szertartások, rítusok, el nem tudjuk még képzelni, hogy micsodák, de nem tudom elképzelni, hogy a szél és a víz ilyen szabályosan kialakítja azt a követ, ráadásul úgy, hogy pont ott van a mélyedésbe, és az ott úgy áll magának. Tehát ezt így. Az már oké, hogy kicsit természetesebb a másik, de azért ott is látszik, hogy egymásra vannak pakolva részint a kövek. Az nem billeg, az egyáltalán nem billeg. Az úgy masszívan ott áll. Ha billeget volna, nem igen másztam volna be alá, megmondom őszintén. Tehát itt is vannak még bőven kérdések. Itt vannak a babás szerkövek, amik viszont természetes eredetűek, tehát azt el kell mondanom. Ez Baranya megyében, a Jakab-hegyen található. Ehhez tartozik egy ilyen legenda, egy fennmaradt szóbeszéd, hogy egy koldus a környéki településre tért be, és pénzt szeretett volna kérni, vagy valamiféle élelmet, de két család is elüldözte. Tehát mind a kettő család gazdag volt, mindenik megvolt, de elüldözte a koldus, hogy nem kap semmit, sem menjen a fenébe. És a koldus elátkozta őket, hogy na majd, amikor a legjobb lesz nektek, vagy amikor a legjobb, legboldogabbak lesztek, akkor váljatok kővé. Hát ez felfogható egyfajta átoknak is. Nem tudjuk, ki lehetett ez a koldus. De a lényeg az, hogy a két család mindig is versengett egymással, ráadásul a gyerekeiket, vagy bocsánat, a lányaikat egyszerre is házasították meg. És itt ezen a hegyen a két násznép pont egymással szembe kezdett el menni, és az egyik se engedte a másikat előrébb. És mondták, hogy nem, te engedjél előre. Nem, az én nász népem megy előre. Összevesztek, és az egyikük kimondta azt, hogy nem, mert most ez a legfontosabb nap, mi vagyunk most a legboldogabbak, mert a lányunk megházasodik. Abban a pillanatban két nász nép kővé változott, és hát ennek a nyoma látható itt. Ezért is mondják különböző alakzatokra, hogy ott, na ott akkor adta a férjelölt, ott az asszony, stb. És nyilván ez egy legenda bizonyos formában, mert erről tudjuk valóban, hogy természetes képződmények, de amiért nagyon fontos, és ide tettem, hogy ezt szerköveknek nevezik, ami azt jelenti, hogy oltárkő. Tehát ezt oltároknak használták, itt is áldoztak, és ennek vannak nyomai is. Ugye nagyon sok pogány rítus ment Magyarországon annak idején, nagyon sok helyen különböző rítusokat csináltak, és hát ez volt az egyik ilyen hely. Hát most gondoljuk el, hogy itt esetleg valaki rááll az adott sziklára, vagy éppen gyönyörű az egész táj, csillagos az este, és akkor kitártják a karjukat, és mondanak valami szöveget. Tehát, hogy megvolt ennek egy ilyen hivatalos szertartásos menete. Nem tudjuk egyébként, hogy pontosan kik voltak itt, tehát itt is nagyon sok a kérdőjel. Ezeket nem fedezték föl. Itt van egy megalitikus emlék a Bükkben, és ez azért fontos, mert ez szintén egy természetes alakzat, viszont felállították ezt a stélét, ezért is hívják, hát ezt menhíreknek hívják, ugye ez Angliában is, meg Írországban is megtalálhatók ezek a menhírek. Ez egy felállított tömb, és oltárkőnek nevezik, ezt is különböző rítusokra használták,
szintén nem tudják, hogy pontosan mire. Tehát én ezeket ezért vettem elő, mert nagyon sok kérdés van a múltunkkal kapcsolatban, és ugye mai napig vannak, akik kutatják ezeket, összegyűjtik az adatokat, és de ettől függetlenül ők sem tudják pontosan, hogy kik használták, vagy hogy éppen mire. Viszont itt van egy elmélet, és mondjuk én nem láttam benne kivetni valót, hogy ez egy részkori Baden kultúrához kapcsolják, akik több helyen is állítottak ilyen tömböket, többek között a mostani Káposztás megyer területén, időszámításunk előtt 5-3 ezer évvel ezelőtt. Tehát azért az eléggé régen volt, már majdnem sumér korszak, azt lehet mondani. És ott is találtak különböző leleteket, mégpedig egy ilyen női idol töredéket, tehát megvan a nyoma, hogy voltak itt települések. A másik pedig ez a, hát itt kisképpen látszódik, egy négyszögletes kőoszlop, amire arcot is faragtak. Nekem rögtön kicsit a húsvét szigetek jutottak eszembe, hogy ott is ugye tömbökből faragtak arcokat, tehát van némi átfedés, de visszatérve erre a felállított oltárkőre, nem tudják pontosan, hogy egyébként mit célt szolgált, azon kívül, hogy lehet, hogy oltárkő volt. Tehát föl lehet mászni a tetejére, ott áll egy kislány is, meg hogy ráadásul az erdő közepénben van, nem is feltétlenül egy adott dombnak a legszélén, hogy lehessen látni a kilátást, nem tudjuk pontosan, hogy mit célt szolgált. Ennyi a hivatalos adat róla. Hát erről rengeteget lehetne beszélni, a kunhalmokról, vagy éppen hunhalmok, mert hogy már felvetették, hogy ezeknek a halmoknak nulla köze van a kunokhoz, ezért is nevezik inkább hunhalmoknak. A Kárpát-medence elfoglalásának előtti időkből származnak, mondjuk ez attól függ, hogy mikor foglaltuk el, ugye, megint csak, vagy mikor jöttünk vissza, és állítok több mint 40 ezer ilyen létezett, sajnos azonban elpusztították a nagy részét, most olyan 1500. Tehát azért gondoljuk el, mennyi megsemmisült. Különböző funkcióik is lehettek, azt állítja a mainstream, hogy ezek telephelyek, temetkezési helyek, határjelzések is lehettek, és nagyon hasonlóak, hanem éppen ilyenek vannak Írországban is, Angliában is. Ott is vannak hasonló funkciójú ilyen halmok, de ott sem tudják mindegyiknek a jelentését, vagy hogy éppen mire használták. Ráadásul vannak csillagászati vonatkozása is külföldön, és én éppen azért sejtem azt, hogy itt is lennének, csak hát mivel a 95%-a megsemmisült, így nehéz összerakni az adatokat. De amiket ismerünk, annak is a 98%-a nem feltárt, tehát itt már látszik, hogy mennyire homályos foltok vannak itt ezen a területen, és a nagy részét elhordták, befásították, megsemmisítették, húztak föl egy utat, egy autóutat, simán ledózerolták, tehát gondoljuk el abból, hogy a múltokon kapcsolatban mennyi minden elveszett, már csak a halmokkal kapcsolatban is. Tehát eszméletlen kárt okoztak. És vannak persze erről szóló legendák is, mégpedig az óriási óriásoknak a sírhantjai kincseket is rejthetnek, rituálékat, ugye itt is bejönne a pogánysága képbe, meg az őseink. Egyúttal azt is mondják, hogy boszorkányok találkozó helye is volt, tehát egyúttal lehetett volna táltosok találkozó helye, bármi ilyesmi. A lényeg az, hogy ezeket is azért mélyebb funkciójuk voltak, mint az, hogy most ez egy temetkezési hely. Az is mutatja egyébként, hogy ugye a kereszténység hát mennyire elutasította a pogányságot, finoman szólva, mégis a halmok tetejére építkezett nagyon sokszor, ott egy templomnak a romja áll, és hát biztos, hogy nem hiába. Tehát azért ők is tudták, hogy valami van a dologban, és ahelyett, hogy úgymond megsemmisítették volna, inkább ráépítkeznek. Nagyon sok helyen eltüntették a pogányság nyomait a keresztények, akkor ezt miért nem tüntették el, ugyebár? Egyébként hozzá kell tennem, hogy volt, hogy a pálosok is ráépítkeztek, de hát ők ugye, ők is nyilván a sok titoknak a tudói voltak, nem hiába. És csak egy szemléltetésként, hát nehezen látszódik, de itt van Debrecen halmainak a térképe, ez jó pár évtizedes térkép, hát nem látszik, hogy elmagyarázzak, de ilyen apró pontok látszódnak, itt így, és amik feketék, az ott mind kunhalom volt annak idején, hát azóta már rengeteg nem létezik sajnos, és most érdekes lenne összevetni a kunhalmoknak a helyezkedését, hogy melyik van a lejvonalon, vagy éppen melyik van csillagászati állásba. Nehéz ezeket a paződ darabokat úgymond összerakni, úgyhogy ennyi minden megsemmisült, vagy ennyi mindent megsemmisítettek.
De eszméletlenül látszódik szerintem is, hogy mennyi pont van felrajzolva a térképre, de mondom, ez egy pár évtizede ezelőtti térkép, azóta sajnos még többet megsemmisítettek. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez nem illik ide, de majd elmondom, hogy miért tettem mégis, hogy ide venném a Mária jelenéseket is részben. Mégpedig Fallós kutat, ami Mátra Szent Imrénél van, vagy annak egy része. 1947-ben Sánta László névnak, vagy lánykori nevén Csépe Klárának megjelent a Szűz Mária. A történet lényeg az, hogy búzamezőn dolgoztak, dél volt, ugye délbe kezdtek el imádkozni, ő félrevonult, és a búzamezőn imádkozott, majd egy óriási fényességet látott, és Szűz Máriát látta benne, hogy úgy mondjam. Utána persze a munka után hazamentek, eljött az este, és hát este is imádkoztak, nem csak délben, ő egyedül maradt a szobájában, és a szobájában jelent meg neki a Szűz Mária, szintén ragyogó fényességben, és azt mondta, hogy mutatott neki egy képet, hogy keressen meg egy forrást, ami gyógyítani fog. Hát ennek a képnek a leírását úgy írta le, jóformán, mint egy hologram jelent meg volna a számára, és fel is ismerte a helyet, hogy ez hol van az erdőben. És hát hívott persze egy-kettő embert, hogy segítsek neki megtalálni a forrást, meg is találták, kicsit megválták a földet, és azon nyomban víz bugyogott fel belőle, aminek aztán gyógyító hatása volt többekre is. Hát már alapvetően azt veszik, most honnan tudta volna Klára néni, hogy a erdő közepén éppen hol a fenében van víz. Tehát valakinek meg kellett neki mutatnia. És annyian kezdtek el oda özönleni betegek is, érdeklődők is, hogy egyfajta kultusz helyett belőle, már majdnem azt mondom, húztak föl egy ilyen kis mini templomot is. Hát már az nem ez létezik, hanem egy ilyen nagyobb komplexum, hogy úgy mondjam. És szegény Klára nénit el akarták lehetetleníteni, mert az ugye aztán a szovjeteknek az időszaka, ők még nem tűrték ilyenfajta vallásosságot, és azt mondták rá, hogy skizofrén, úgyhogy betették a diriházba, elektrosokkot kapott, stb. De ő mindvégig kitartott mellette, hogy nem, ő látta a szűzanyát, és ez akkor is így van, még ha meg is kínozzák. Végül kiengedték, nem tudtak ellene mit tenni, és szerencsére úgymond ez a kegyhely, most már annak hívják, fennmaradt. És Klára néni végig kitartott mellett, hogy ő bizony ezt tényleg látta, és megmutatták neki. Miért fontos ez a része a dolognak? Egyrészt azért, mert a Mária jelenéseket is vizsgáltam, és hát Magyarországon eléggé sok Mária jelenéses hely van, eléggé feltűnő módon. És ide tenném a fatimai jelenéseket. Ugye ez Portugáliában történt, amikor három kisgyermeknek, akik írni sem tudnak, megjelent a Szűz Mária. Én szeretem úgy visszavezetni az információkat, hogy mindig az eredeti pontra, tehát mindig a legkorábbi dátumra. És észre lehet azt venni a különböző úgymond Mária jelenésekről, hogyha az egyház úgymond a keblére öleli, tehát elfogadja, a jelen felé haladva egyre jobban eltorzítja őket. És én nagyon sok olyan publikációt olvastam, tehát ez 1900-es évek elején történt, tehát ez nagyon régi eset. Észre lehet venni, hogy minél régebbi ilyen publikációt olvasunk, annál jobban megváltoznak az írások, és kezdünk visszafelé haladni az eredeti forma felé. És gondoljunk abba bele, hogyha annak idején olyanokat írtak le, hogy napcsoda, hogy egy nap elkezd imbolyogni, falevél mozgásban mozogni, ahogy most az UFO-k ugye nagyon sok esetben, és hologramokat látnak a gyerekek, akkor nem tudják azt felismerni. Tehát akkor még az UFO jelenséget, vagy UFO szó összetétet nem is ismerték. Ez azt hiszem, hogy 1906-ban, 2-ben, nem tudom tényleg pontosan mikor történt, de ott az elején. Nekik alapvetően elsőként a Szűz Mária, most így mondom, úgy jelent meg, hogy egy 19 éves körüli nőnek tűnt, gyönyörű volt, ragyogó, áttetsző valamilyen szinten, és azt mondta, hogy találkozni fognak, folyamatosan fog üzeneteket átadni a számukra. A gyerekeket egyébként nagyon sokszor megverték, még a papok is rájuk ijesztettek, hogy meg fogják őket ölni, hogyha nem vallják be, hogy ez egy csalás. De ők is ragaszkodtak ugye az igazukhoz, és mindvégig
ragaszkodtak hozzá, végül egy óriási tömeg, több ezer fős tömeg előtt megjelent úgymond a Mária, és akkor történt ez a bizonyos napcsoda. Hát nyilván egyértelmű, hogy nem a fizikai nap kezdett el imbolyogni, mert akkor rég nem ülnénk itt, meg ők sem, érték volna túl, hanem egyfajta UFO jelenségnek voltak a szemtanúi, és nagyon sokszor volt az, hogy Mária nem volt ott mellettük, de sugallatokat hallottak. Tehát akár ez lehetett egyfajta telepatikus közlés is. Gondoljunk abba bele, hogy mostában ugye hogy ábrázolják Szűz Máriát, tehát lepel, meg mindenféle dolog. Na most az egyik szemtanú, aki a mai napig él, így ábrázolta Szűz Máriát. Hát most komolyan így néz ki Szűz Mária, tehát ez egy ilyen egy ilyen ragyogó alak, gömbbel a kezében, egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy zubony, de egy ilyen egyenruhában van, abszolút még csak meg se közelíti a Szűz Mária ábrázolásokat, és ezért mondtam azt, hogy ahogy haladunk a jelen felé, ezt a rajzot, ezt a képet teljesen eltorzították a mostani elfogadott Szűz Mária képé. A másik nagyon fontos eset, ami az UFO-kra mutat rá, a Zeiton Kairóban történt. Ott tömegek előtt jelent meg a Mária egy templomnak a tetejénél. Ott is van, ez egy ilyen fényjelenség. Tehát ez ilyen erővel bármi lehetne, akár egy felemelkedett mester is. Látszik egyfajta körvonal, de hát azért szintén kell egyfajta erőtetés, hogy belelássuk a Szűz Máriát. És nagyon fontos, hogy ott a másik képen UFO-k láthatók, tehát ilyen repülő alakzatban fénygömbök is elsuhantak, ami nyilván nem lehet véletlen műve. Tehát én nem azt mondom, hogy alapvetően az UFO-k egyenlő Szűz Mária, és akkor egyenlő Boldogasszony, meg mit tudom én, hanem az, hogy nagyon sokszor a jelenségeket félreértelmezhetik, UFO-któl függetlenül is megjelenhet a Boldogasszony, megjelenhet a Szűz Mária is, de egyúttal nagyon látszik, hogy keverik őket. Most, ha van egy vallásos ember, és megjelenik neki egy fénylény, persze, hogy azt fogja mondani, hogy Szűz Mária, vagy Jézus Krisztus. Mivel én inkább a földön kívülieket vélem valóságosabbnak, persze ezt is, akkor lehet, hogy látnék egy fénylényt, azt mondom, hogy Plejádés, nem pedig az, hogy Szűz Mária. Tehát itt vannak ilyen kulturális különbségek, és ezt is számításba kell venni. Nagyon jó mutatja azt, hogy az őseinknél is megjelentek különböző entitások, akik segítettek, vagy éppen figyelmeztettek valamire, és nem csak a modern UFO-knál, de előttük is már az 1900-as, 1800-as években is megjelentek. Az, hogy most ezt hogyan értelmezi az adott társadalom, vagy az adott kultúrréteg, az teljesen nem számít, hogy úgy mondjam. És majd mindjárt ezt is elmondom, miért vettem el a Mária jelenéseket is. Hát nyilván azért is, mert nagyon sok van itt Magyarországon, ami nem véletlen. Egy nagyon érdekes helyet mutatnék még meg, ez a török lábnyom, ami a Nyugat-Mátránál található. Van ott egy turistaháza hegytetén, Ágasvári turistaháza a neve, attól néhány méterre van. Ez egy 8-12 cm mély lábnyom egy vulkanikus kőzetben. Bronzkori kultúrához kötik, 3000 éves, nem tudják, hogy ez a lábnyom hogy keletkezett, egyszerűen csak ott van. Fölötte volt egyébként egy erőd, tehát ott éltek is, volt ott egy erőd, amiből már semmi nem maradt meg. És azért hívják török lábnyomnak, mert a legenda szerint, amikor a törökök ugye itt voltak, akkor ott állt egy győr, és akkor ott látszik a lábnyoma. Tehát nyilván ennek sok alapja nincsen már, csak a kora miatt sem, de ezért hívják annak. És azért nagyon fontos ez a hely, mert ugye említettem, hogy ott volt egy erőd, aminek már nincsen meg a nyoma sem, szinte. De egyúttal, hogyha beleállunk ebbe a lábnyomba, akkor pont a sarkcsillag irányába északra nézünk, és gondolhatjuk, hogy ott volt egy erőd, és majd egy következő hely is, amit majd mutatok, akkor ennek lehet egy ilyen pogányságbeli kultuszhelye is. Tehát azért gondoljuk, hogy este van, beleállunk ebbe a bizonyos lábnyomba, ott vannak körülöttünk a többiek, megy a dob, megy a ég a tűz, kántálnak, pont az északi sarkcsillagra nézünk rá, tehát ez egy beavató kultuszhely lehetett annak idején, én legalábbis ez mellett hardoskodom, hogy úgy mondjam. Itt készült is egy ilyen szép grafika hozzá, hogy beleállnak ebbe a lábnyomba. Hát biztos nem hiába van ott, meg biztos nem csak dísznek. És számomra ez az egyik legérdekesebb hely Magyarországon, amit szuper koszkának neveznek. Ez Mátra Szent Imrénél a Csörgőlyuk barlangban található, ami egyébként az egyik leghosszabb barlang Magyarországon, és az egyik legfokozottabban védett is. Tehát ide nem lehet csak úgy bejutni. Ennek a barlangnak a hossza 428 méter mély, 428 méter,
a mélysége 29,6 méter, és a vízszintes kiterjedése 62 méter. Ez egy olyan barlang, hogy jóformán, hogy folyamatosan mozgásban van. Tehát egy omladék barlang. Tehát lehet, hogy bemész, 10 nap múlva nem tudsz kijönni, mert éppen bent rekedtél, mert a hegy fölülről nyomja lefelé. És nyilván azért a hegyen sem véletlenül volt rajta az a megsemmisült épület, amit az előbb említettem. És itt van egy ilyen tervrajz, hát láthatjuk, hogy milyen bonyolult, komplex az egész. Tehát ez egy irtózatosan nagy barlang, és eléggé szövevényes is az egész. És itt a kocka a végében ott látható, az egyik ilyen tárna végén. És hogy miért érdekes ez nekünk? Hát azért, mert hogy ez a kocka szabályos 8 méter élhosszúságú, tehát ez egy szabályos kocka alakú tömb, ami véletlenül nem jöhetett létre. 8 méter élhosszúságú, igen. És az a bökkenő, hogy nagyon-nagyon nehéz megközelíteni, itt látható az egyik ilyen bányász, aki egy ilyen apró kis, hát mondjuk úgy, hogy résen próbál bemenni, hát ide úgy mondanám, hogy nagyon vékony emberek tudnak beférni, de még ők is szűken nehezen. És ami nagyon furcsa ugye ezzel a dologgal kapcsolatban, ezt a Denikennek is a figyelmébe ajánlanám, hogy ez a kocka időnként magától elmozdul. És ez nem azért, mert hogy úgymond az egész barlang mozog, hanem szabályosan, mintha a kocka így elfordulna bizonyos időközönként, aminek abszolút nem tudják megmagyarázni az okát. Nagyon sok bányász volt, aki eljutott, nagyon sok bányász volt, aki eljutott ebbe a úgymond ebbe a csörgőlyukba, de a kocka az nem tudott eljutni. Nem fért be, megváltozott a barlang belseje, és a többi. Páran jártak lent, és azt mondták, hogy különböző elektromos zavarokat észlelnek, ami már egy különös anomália, hogy egy barlangban elektromos zavarokat észlelünk. És van ott egy nagy terem előtte, ahol viszont van egy asztalszerűség. Tehát ez már kicsit kezd hasonlítani a Thaljosz barlangra valamilyen módon, és azt gyanítják a kutatók, hogy sokkal régebben, tehát akár több ezer éve ezelőtt is, vagy több száz éve ezelőtt, ez a barlang nem volt úgymond ennyire összecsúszva, tehát volt egy nagy tágas terem, ahol esetleg használták különböző rítusokra, vagy bármire, azt nem tudjuk, hogy mire, és könnyen megközelíthető volt ez a kocka is. Csak mivel az idők folyamán valahogy mozog az egész barlang, ezért lett ilyen nehezen megközelíthető. Ott látható is a kockának az egyik éle, hát látható, hogy sík egyenes, úgymond, tehát hogy így tényleg mint a szabással le lenne vágva. És nem csak furcsa elektromos zavarok vannak, hanem időanomáliák is. És ennek megvan a nyoma. 2005-ben Buda László és társai lementek ebbe a barlangba, és elmentek a kocka irányában. Pénteken mentek le, és vasárnap kerültek elő. 3 nap telt el. Viszont ők azt hitték, hogy csak 6 óra telt el az egészből. Tehát azért a bányászat azért beteszed az élelmiszert, megfelelő mennyiségű vizet, és a többi, és a többi. Ahogy feljöttek a barlangból, ő írta ezt a cikket a Nógrád megyei hírlapba, tehát nem arról van szó, hogy most úgymond elfogult parakutatók, vagy éppen ufósok tettek közé ilyet, hanem bányászok. Kijöttek a barlangból, oda mentek az előbb említett házhoz, ami a turistákat fogadja, és ott volt mindenféle mentős, meg rendőr, meg minden, és akkor kérdezik, hogy kiket kerestek? Hát titeket. Szóval miért? Hát 3 napig eltűntetek. És azt mondja, hogy ez lehetetlen, hát annyi élelmük nem is volt, a levegő sem maradt volna meg olyan szinten. Ők ezt 6 órának élték meg. De az is feltűnt a számukra, hogy bizonyos helyeken ugye a lámpájuk, tehát filmekben szokták mutatni, hogy megy az Indiana Jones, stb. És milyen fényes az egész barlang, hát nem, vaksötét van. Tehát azért van ugye a lámpa a fejükön, vagy a zseblámpa. Nagyon sokszor full sötétbe mentek, mert egyszerűen kiagyott a lámpa, pedig új elemek voltak benne. Tehát elektromos zavarok keletkeztek a kocka közelében. Szóval ez egy időkiesés, ami nagyon bizarr és nagyon furcsa. A mai napig nem magyarázták meg. És többen is próbáltak lemenni a kockához, nem fértek be, vagy egyszerűen annyit mozdult el az egész barlang, hogy szinte megközelíthetetlenné vált. A másik bökkenő az egészben, úgyhogy említettem, a természetvédelem, ez egy fokozottan védett barlangban nyilvánította ki, engedélyt kell rá kérni, hogy bejuthassál, és valaki 6 hónapig vagy 1 évig is várt, mire kapott egy engedélyt, de még a kockához sem tudott eljutni. Szóval mire valaki megkérdezi, hogy voltam-e lent, mert beférnék, nem voltam lent, nem is igen adnák meg az engedélyt.
És hogy miért mondtam el ezeket, mindez a töröklábnyom, mindez a szuperkocka, mind pedig akár ez a Mária jelenéses hely szépen felfűzhető egy egyensre, egy lejvonalra. Egyébként, hogyha lejjebb húznám, akkor ott szintén különböző források vannak, ha följebb húznám, akkor ott meg a Mátra Verebélyi Szentkút lenne, ahol szintén megjelent Mária. Tehát nyilván nem véletlen, hogy ezeket rá lehet húzni egy egyenesre, és ugye sokan foglalkoztak úgymond a magyarországi lejvonalakkal. Én azt hiányolom, hogy erről nincs egy komplex térkép, hogy mindenki a saját felfedését behúzta volna egy vonalra. Ott látunk, hogy beírunk a netre, hogy lejvonalak Magyarország, bead egy képet, és mindenhova keresztül kasul rá van húzva vonalra, de azért nem egy ilyen, olyan szinten van megalkotva, hogy annak lett volna egy kutatási nyoma. Ráadásul egy vonal úgy van megszerkesztve, hogy lefed mint 30 települést. Most akkor honnan tudjam, hogy ez a erőközpont, vagy bármi, az hol helyezkedik el pontosan. Tehát ez egyértelmű, itt van egy lej vonal, biztos nagyon sok mindent föl lehetne még fedezni, a Mátrában is, éppen úgy, ahogy a Pilisben, a Börzsönyben, és még számtalan helyen. De egyébként ez nem is vettem volna bele az előadásba, véletlenül tűnt fel, hogy Mátra, Szent Imre, aztán a jelenés, és akkor így megnéztem a térképet, és hoppá, hát ez egy egyensen van rajta. És hát mivel a külföldi civilizációk égvilágát is megnéztük, egy pillanatra nézzük meg a miénket is. Tehát alapvetően ott van, ahogy az ég és a föld kettősége, amit ugye egy világtengely köt össze. Ez nagyon sok ábrázoláson is fennmaradt, sámándobukon, stb. És nagyon tisztelték ugye a csillagokat, a csillagképeket. Ezért is volt az, hogy a különböző mesterséges vagy természetes alakzatok, amiket itt is említettem, akár csillagképekre is ránéznek. És teljesen egyértelmű. Hozhattam volna még a pálos templomokat, a különböző helyeket, nem fér bele az előadásba, mert de majd erről más beszél szerintem. Nagyon fontos volt a számukra a plejádok, amiket még hívtak hetevénynek, fiastyúknak, és találtam olyan folklór iratokat, hogy az asszonyok kimentek a rétre, imádkoztak az égi lakók felé, és pont a plejádok felé néztek. Tehát vannak ilyen nyomaik is ezeknek a látogatóknak. Ott van ugye magától értetődik Orion, Kaszás csillag, vagy ugye Nimród, ami a tejútra való felemelkedést szimbolizálja, és nyilván nagyon sok beavatással kapcsolatban is szóba hozható. Továbbá ott van még, ami szintén kiemelkedik, az a nagy medve, tehát a göncöl szekér, vagy népiesebb nevű még a lovas, vagy kisbojtár. Tehát ezek is lehetnek jelek, tehát itt is vannak feljegyzések, hogy ott is tiszteltek egyfajta istenségeket, vagy égi lakókat. Én a könyvem kapcsán, amiről majd beszélek pár mondatban, elkezdtem összeszedni különböző sajtóanyagokat, hogy van annak jele, hogy vannak ősi UFO észlelések hazánkban is. Az nagyon szép, hogy Deniken meg társai összeszedték a különböző iratokat, de vajon nálunk vannak-e ilyenek? Ugye nagyon sok felé el lehet kanyarodni, sajtóanyagok, újságok, szentkönyvek, stb. Én egészen Boldog Özsébig tudtam visszakövetni a különböző égi jelenségeket, amiket nem lehet megfejteni, hogy micsoda, és ez egy az egyben modern UFO-knak tűnnek. Tehát függetlenül attól, hogy nem voltak tudósok nagyon sokszor az őseink között, ők ismerték a csillagképeket, ismerték a mozgásukat, ismerték például akár a Lidérc fényt is, ismerték még a különböző szivárványjelenségeket, a naphalókat, a holdhalókat, ezeket följegyezték, lehet, hogy nem tudományosan, de egyértelmű az iratokból, hogy mi az, amit mostani szemmel meg tudunk oldani. És külön lehet válasz, hogy mi az, amit mostani szemmel nem lehet megoldani. És azért mondom, 1500-1400 évekig tudtam visszavezetni, onnantól kezdve nagyon régi forrásokat lehetne megtekinteni, én odáig nem jutottam el. 1540-ben már feljegyeztek különböző tüzes lebegő gömböket, tehát nem egy meteorit, nem egy hullócsillag, különböző tüzes gömböket láttak. 1642-ben egy tömeg szeme láttára egy ilyen leírhatatlan öltözetű sereng jelent meg az égen. Ez is érdekes, ugye, hogy mi lehet, mert hát ismertek más népeket is, miért nem azt mondták, hogy ez a németeknek a serege jelent meg. Vagy ezért, vagy azért a birodalmi amazi, nem ők azt mondták, leírhatatlan jellegű serege jelent meg. Ez nagyon érdekes. 1832-ben káprázatos fényű testek jelentek meg.
88-ban egy ökölnagyságú vérvörös gömb jelent meg, amit ugye, hogyha valaki csillagász, vagy valamit ért hozzá, tudja, hogy ilyen nagyságú vörös gömb egyszerűen nincsen az égboltozaton. Tehát a holdat se lehet ekkorának látni, semmit sem, még a legfényesebb csillagot sem. Ezek már jelek arról, hogy már akkor is voltak UFO jelenségek. Itt felolvasnám az egyik kedvencemet, ami eléggé jól mutatja azt, hogy jelekről van szó. 1832. november 12-én történt, ekkoriban alapvetően sokan nézték a csillaghullásokat is, de ezeket külön lehet teljesen választani ettől vagy hasonló esetektől. Ezt felolvastam, mert ez idézem egy régi iratból. Békés vármegyében Gyula mellett néhány nádmetszők éjjeli foglalatosságai közt a következő tüneményt látták önvallomásuk szerint. Tiszta holdvilágos, csendes volt az éj. Egy óra tájban rögtön nagyobb világosság lett, és megrémülve nézünk a világosító égtájra, hol mintegy három ölnyi hosszú és egy lábnyi szélesű, kápráztató fényű testet láttunk, amely jókoráig mozdulaton állott, tehát azért egy fényes gömb megjelenik mozdulatlan. Azután függőleges helyzetbe változtatta irányát, itt kimaradt egy szó, bocsánat, és két végei egymáshoz közelítve karikádban látszott egybefolyni akarni. Tehát megváltozott az alakja is, meg függőlegesen is fölment. De azon pillanatban más olyan nagyobb és kisebb golyóbisok is megjelentek, és különféle levegő tájra lövelődtek, és végre a fölfelé rohantak. Tehát egyszerre több gömb is megjelent, és különböző irányokba repültek el. Tehát ilyet nem csinál egy meteorit, meg semmi sem, teljesen egyértelmű. Nem mondom azt, hogy ez feltétlenül egy anyaűrhajó, lehettek ezek kisebb szondák is, amik felmérik a terepet. De ez egyértelműen nem felejthető meg semmilyen csillagászati eseménynek. És a könyvemben még nagyon sok ilyet összeszedtem, tehát ez csak egy kis szelet ennek az egésznek. Visszatérve még a mi égi látogatóinkra, hát alapvetően ugye ott voltak a más világok összekötői, én így szoktam mondani, vagy akár most is itt vannak, ugye a tátosok, a sámánok, a látók, a boszorkányok. És itt különböző világok vannak, erre majd ki fogok térni, ugye van a szellemvilág, égi világ, tündérvilág, és ugye itt vannak a kultúrhéroszok is, a mi mondáinkban is. Ugye, hogy ott volt a sumereknél vagy másoknál Oannész meg az Annunakik, nálunk is vannak kultúrhéroszok, az egyik például a Göncöl Táltos, így nevezik, aki a leírások szerint egy égi hintóval néha lejön az emberek közé, tanítja őket, majd visszamegy a csillagos égbe. Tehát ez is eléggé egyértelmű jelzése a dolgoknak. Én úgy vélem, nagyon sokszor nem lehet külön választani, ugye itt is, ahogy a Mária jelenéseknél, most mi az, ami még a szellemviág, mi az, ami még az égi vagy tündér, egybe mosódnak, de hát én azt látom, hogy különböző valóságok vannak, akár különböző párhuzamos létsíkok, dimenziók. És ezekkel megvolt a kapcsolata a tártosoknak, a látóknak és a többieknek is. Miért kötöm ezt feltétlő ide? Mert hát nem csak jó látogatóink vannak, vannak olyanok, akik kicsit negatívabb beállítottságúak, legalábbis a mi szemszögünkből. Ugye a tündérek között biztos vannak olyanok, akik kis cuki, szárnyas lények, jóindulatúak, segítőek az emberek felé nézve. Viszont van egy olyan réteg is, akár több is, akik inkább negatívabb beállítottságúak. Vannak a tündérfattyak, akik azok, vagy váltott gyereknek is hívják őket, tökéletesen valaki teres volt, megszűri a gyereket, megjelen a tündér, vagy éppen a tündérek az ágya lábánál, és hát akkor ugye a pólyából kiszedik a gyereket, és a helyére tesznek egy vézna kis torszülöttek. Ezek a kis torszülöttek satnyák, vékonyak, viszont óriási fejük van. Ez úgy van leírva az iratokban. És hát ugye ezért ez mennyire hasonlít a modern akár emberrablásokhoz, vagy a kis szürkék látogatásához. Ők is megjelennek, vagy az eltérítettet vizsgálják, vagy akár a gyerekeit is. Hát most már feltűnő lenne, hogy a szürkék elvisznek egy gyereket, de azért a középkorban, hát ott nem tud bejelenteni a rendőrségen, hogy úgy mondjam, és simán elvihették. Kicserélik a gyereket, ez nem mindig sikerült nekik. Tehát voltak módszerek, hogy a szülők felébredtek, meg tudtak mozdulni, megakadályozták, akkor ugye nem sikerült ez a váltás, úgymond a gyerekek között, de amennyiben sikerült, akkor ezek a fattyak bármilyen csúnyán is néztek ki a kezdetekben, fennmaradtak, megmaradtak, és nagyon sokáig éltek. Tehát kicsit hosszabb ideig éltek, mint az akkori átlag életkor. És ami még érdekes, hogy ezek a lények, vagy félig emberek is akár,
természetfeletti erejükkel tudtak kitűnni a tömegből, és ők lettek a táltosok részben. Vagy akár más varázslók, vagy tudósok. És ugye most is vannak olyan emberek, akár akiket elrabolnak a földön kiek, legyen az gyerekkorában, vagy felnőtt korában, van, hogy extra szenz képességekkel kezdenek el rendelkezni, távolbalátással, vagy különböző érzékelésekkel. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok az átfedés eszközött, ez meg nem lehet véletlen. És ezek itt ilyen metszetek, korabeli metszetek, hogy ilyen egy adott tündér, hát nem éppen úgy néz ki, mint a kis pillangócska, és elviszi a gyereket. Tehát ezeknek vannak folklórbeli nyomai Magyarországon is, ott kaptak emléket, vagy éppen a szájhagyományban, néphagyományban. Tehát ezek egyértelmű jelek, úgymond az elrablásokra, amik a modern megfelelő is itt vannak. Én tovább fűzném még ezt a sámános táltosos földön kívül kapcsolatot, mert itt megint ugye nehéz külön választani, hogy mi az, ami fizikálisan földön kívüli, mi az, ami esetleg éteri földön kívül, vagy mi az, ami szellemvilág. Tehát azért mondom, ezek egyben mosódnak, nyilván bele is lehetne kötni valamilyen szinten. De az a lényeg, hogy itt egy modern beszámoló, egy 5 éves kisgyerek mondta el 1996-ban, hogy a házak felett megjelent egy UFO, egy fény jött le belőle, ugye mindenki ismeri ezt a dolgot, legalább hallomásból, hanem érintett a dologban, és hát egy felvitték erre a hajóra. És a lény meghúzott egy súlyhoz hasonló kart, és kötéllel engedték az ágyába. Ezt egy 5 éves gyerek mondta el. Na most itt van például egy Bushman sámán, Kamau Temi, aki azt mondja, hogy amikor révülünk, van egy vonal, vagy egy fonál, ami az égbe visz. Amikor fent vagy, látod a kötelet magad alatt, mint a fellebegnél az égbe. Emberek jönnek és megtanítanak dolgokra. Tehát itt egyértelmű, hogy megkapja ebből az emberektől, vagy szellemektől, vagy földönkiektől a tudást, amit hasznosít a saját társadalmára. Akár gyógyítani, akár tanítani. Ugyanígy az emberek, akik fölmennek, ugyanezt élik át, csak éppen modern köntösbe bugyolálva ezt az egészet. És azért tettem középre ezt a képet, mert nagyon találó, hogy ott van ugye egy kis zöld, vagy kis szürke ember, és az állarcokat váltogatja. Nekem ez azt jelenti, hogy bármilyen formában meg tudnak jelenni, az is lehet, hogy lecseréljük az a saját külsejüket, főleg, hogy ez nem fizikai külső, hanem valamiféle éteri, vagy bármilyen más. És az adott kultúrközegbe, vagy az adott évszázadba, évtizedbe pont úgy jelennek meg, ahogy az emberek be tudják ezt fogadni. Lehet eltelik 100 év, és még ott lesz az UFO rejtély, hát remélem akkor már nem, de akkor már lehet, hogy nem így fogjuk őket látni, az akkori utódaink, hanem teljesen másként, de ugyanazokat a cselekedeteket fogják kivékezni vinni. Egyértelmű itt is a kapcsolat a kettő között. És ugye hát a táltosainknál, sámánoknál, meg hát a külföldi eknél is megtalálható ez a kapcsolat a magasabb világokkal. Tudom, hogy ez magától értetődő, de azért szerintem mégiscsak jobb átlátni ezeket példákon keresztül. Például itt van Maria, aki egy mazaték sámán nő. A lelkem kifelé szállt a testemből, és más világ felé haladt. Voltak ott hegyek, folyók, erdők, törpék, emberek, gombák. Láttam a napot, a holdat, a világ mindenséget. Tehát utazni tudnak a különböző síkok között. A következő, megmondom őszintén, az egyik kedvencem. Ezt Onark Inuit Eskimo mondta. Tehát azért az eszkimók nagyon tőlünk távol vannak, meg úgymond a idézőjelbe téve a modern civilizációtól. Azt mondta, amikor holdra kétat, tehát amikor fölmentek a holdra, és a gyerekek el akarták mesélni az öregeknek, azok így feleltek. Az semmi, a bácsikám már rengetegszer járt már a holdon. Tehát ez magától értető volt nekik, hogy bárhová el tudnak jutni a világegyetemben, vagy a világmindenségben. Lehet, hogy nem fizikailag, lehet, hogy nem szkafanderbe, de asztrálisan, vagy bármiféle lelki kivetülése ez magától értetődik. És hát ugye szokták azt mondani a külföldi sámánokra, táltosokra is, hogy világok között táncolók. Ez is nagyon jó szemlélteti ez a havai Ruahine nevű hölgynek a elbeszélése. Innen, ahol lefekszem a homokban, fellátok egészen a 7. mennyországig, és mindent látok a szellemvilág síkján. Kívánom, bárcsak akár egy pillanatra le lehetne rántani szemetekről a fátlat, amely elválasztja a természet felettit az emberi látástól, és akkor magatok is láthatnátok, amit én látok. De a ti elmétek túlságosan földhöz ragadt, és leköti az e világi élet sok apró gondja baja.
ezt azoknak üzente, akiknek abból áll az élete, hogy bevásároznak meg dolgoznak, azt jó napot kívánok. Tehát ez nyilván nem mindenki érti. Tehát akár a mostani földönkívüli beszámolókat nézem, dimenziókról beszélnek, párhuzamos valóságokról. A régi korabeli spiritiszták szféráknak mondták ezeket. Még korábban ugye különböző világoknak, tehát mindennek megvan úgymond a kapcsolódása, csak ugye a korszakok elválasztják egymástól őket. Na és ide kapcsolnám be aztán végül a modern földönkívülieket is. Ugye UFO kérdésben is a kutatók nem tudnak megegyezni az UFO-k eredetét illetően. Nagyon sok hipotézis van, nem csak a földönkívüli hipotézis. Ugye a vallásosak azt mondják, hogy ezek ördögi vagy démoni teremtmények. Van, aki azt mondja, hogy ezek inkább csak angyalok, de nem földönkívüliek. Valaki azt mondja, hogy ugye fizikai járművel ide jövő fizikai földönkívüli lények, akik egy fizikai borgójól jönnek. És van egy olyan elmélet, ami aztán nem lett népszerű, mert nem lehet bizonyítani a fizikai eszközökkel teljesen, mégpedig, hogy ezek úgymond interdimenzionális, más valóságokból jövő lények. Én egyébként ezt pártolom a legjobban, de az összes többi mellett, az összes többibe is van valami. Tehát én azt mondom, hogy az UFO jelenségek meg a földönkívüli lények között nagyon sok minden keveredik itt is. Tehát egyszer lehet igaz ez is, egyszer lehet az is. Tehát hogyha annyi látogatunk van, miért nem lehet fizikai valóságból, miért nem lehet egy interdimenzionális helyről is. És ha már a jók meg tudnak minket látogatni, úgymond, akkor már a negatívabb lények is, tehát úgymond a vallásosoknak is lehet részint igaz, hogy esetleg ártó szándékú lények is itt vannak. És már egy 1947-es FBI memorandum is ezt írja le. Ez egy jelentés egy igen magas beosztású személynek, ami fent volt a FBI honlapján. Ez egy hivatalos irat. És itt különböző pontokban tárgyalja, hogy mik lehetnek az UFO jelenségek. Tehát ez már 1947-ben ott volt, a Roswell-i lezuhanás idején. Ez nagyon kezdetleges korszak az UFO kutatásnak. És hát azt írja, hogy igen, vannak fizikai jellegű űrhajók, azt taglalja, hogy hogyan repülhetnek, erre is nagyon sok elmélet van, ugye. És továbbá azt is tárgyalja, hogy nagyon sok viszont éterhajónak tűnik. Ő azt nevezze meg, hogy ez egy Loka nevű hely, egy éterikus hely. Ezt a Loka szót vissza lehet vezetni a szanszkrit iratokra, akik szintén felosztották a világokat különböző síkokra, meg energiákra. Azt hiszem, hogy ugyanarról beszélnek, és ez a bizonyos hely, úgymond egy éteri hely, és áthatol a mi világunkon. Tehát nem feltétlenül kell megtenni csillagközi távolságokat számukra, hogy itt tudják teremni. Gondoljunk arra, hogy megjelenik egy UFO semmiből, repül, majd hirtelen eltűnik. Vagy akár az, hogy a lények átjönnek a falon. Tehát nagyon jól látszik az, hogy a fizikai dimenziókkal úgy játszanak, hogy számukra abszolút nem okoz fennakadást. Ez egy régebbi festmény, egy rajz. Itt is a különböző valóságokat határolja el a készítő az égi világoktól, hogy úgy mondjam. És ugye nagyon jól látszik az is, hogy különböző UFO jelenségek, látszik, hogy fizikai természetűek, tehát egy mechanikus gép, meg akár itt a fotón is, tehát ez egy fotó, látszik, hogy inkább ilyen ragyogó, éteri szintű hajónak tűnik. De akár jóindulatok, akár éteriek, a különböző szervezetek, katonai hatóságok nagyon tartottak tőlük, ugye? Mindig le akarták őket pofantani, felküldték rájuk a repülőket, meg akarják szerezni a technológiát. Tehát abszolút rossz szemmel néznek rájuk, és nemzetbiztonsági kérdéseket feszeget ez az egész kérdés. Elmúlt években nagyon sokszor hallottuk, hogy publikálták az aktákat Amerikában, akár Franciaországban, Belgiumban, stb. És ugye a Magyar UFO Szövetség többször tette arra kísérletet, hogy magyar UFO aktákat szerezzen. Beadtak kérvényeket, mindig jött a visszautasítás, hogy nem léteznek magyar UFO akták, mert hogy ilyenek nincsenek. A senkit nem zavart, hogy addig már pár katona nyilatkozott, hogy ő a hivatása során ugye észlelt UFO-kat, akár pilóta volt, vagy bármi más beosztásban, de ő már igenis látta ezeket a szerkezeteket. És hát én elkezdtem ugye írni a könyvemet, ez egy ilyen teljes magyar UFO történelmet szedtem össze, a múltbéli eseteket a napjainkig bezárólag, interjúkat akár Kishódival, aki a múltkor itt volt, Egeivel,
Szűcs Robival, nagyon sok mindenkivel, tehát ez nagyon sok minden tartalmaz ez a könyv, amit elhoztam. De nem volt megpályozva az, hogy én UFO aktákat szerezzek, mert mondom, hogy hol vagyok én attól, hogy meg tudjam szerezni. De aztán, hát valahogy az élet mégis úgy hozta, idézőbe téve véletlenszerű módon, hogy be tudtam jutni a Magyar Honvédség levéltárába, meg az Állambiztonsági Szolgálatok levéltárába, és beadtam egy kérvényt, na nem azzal kapcsolatban, hogy UFO aktákat akarok megnézni, ami nincsen, hanem az, hogy különböző volt bázisoknak az iratait át szeretném tekinteni. És ezeket odaadták végül, felülbírálták, odaadták. Hát nagyon sokat kellett rajta vacakolni, dolgozni, stb., de a lényeg az, hogy meglett. És megszereztem jóformán az UFO aktáknak egy részét, ami azt tartalmazza, hogy a korabeli UFO érdeklődőket még a kommunizmus idején hogyan figyelték meg. Tehát már akkor is voltak bőven érdeklődők, voltak újságcikkek, még ha a hivatalos kutatás nem is folyt, de különböző embereket a titkosszolgálatból beküldtek közéjük, hogy megfigyeljék őket. És hát sajnos tudom, hogy a mai napig is ott vannak közöttük, vannak akik nagyon népszerűek is, és megfigyelik az UFO kutatókat, és jelentik a BRFK-nak, vagy éppen az Állambiztonságnak, hogy az emberek mit beszélgetnek erről. Úgyhogy a mai napig is ott vannak közöttünk. A jelentések egy másik része, meg természetesen az UFO észlelésekről szólt. Láttak UFO-t Taszáron, Börgöndön, Székesfehérváron, Kaposváron, Laktanyáknál, repülőtéren. Tehát ez óriási kincs volt, hogy ezt itt sikerült megszerezni, de azért azt megsugnám, hogy lehet, hogy kikaptam mit a Börgöndi Laktanya iratait, ami egy ilyen stóc volt, és abból egy oldal volt az, ami UFO jelenség. Mert minden hülyeséget már, bocsánat, beleírtak, hogy a kiskatona rágyújtott, holott nem lett volna szabad. Kimentek piáért, elszokott a nőihez, és a többi, és a többi. És most ezt valaki logikusan végig gondolja, hogy ilyenket feljegyeztek, akkor egy nemzetbiztonsági kérdést egy határ átlépő objektumjól nem jegyeztek volna föl, és a Honvédség beközli a UFO szövetségnek, meg a médiának, hogy nincsenek UFO jelenségek, nincsenek UFO aktáink sem. Hát akkor ez mi? Ebből is látszik, hogy ezt elhallgatják, mert hogy hadititoknak minősül valamilyen szinten, és hát az iratokból az is kiderült, hogy a katonákat is elhallgattatják, tehát ezt akár börtönben is elküldik, hogyha arról van szó. Igen, vagy a Diri házba akár. Hát meg ugye nagyon sok pilóta attól félt, hogyha UFO-król számol be, akkor többet nem repülhet. És felolvasnék most egy aktát így ízelítőül. Az összes többi ott van beszkennelve, befotózva a könyvbe. Nyilván nem tudtam mindegy, mert ez egy 500 oldalas dokumentum, vagy 600 oldal, a lényeget beletettem. UFO megfigyelés a Taszári repülőtéren. J. István, nem a Jakab Pista, félreértésesség, tehát J. István honvéd a következőket mondja el. 1968-ban a Taszári reptéren az egyik leszállópályán megjelent egy addig ismeretlen, még általunk soha nem látott repülő tárgy, amelynek pontos alakzati leírását nem tudnak adni. Mivel a közvetlen közelében valamilyen fizikai vagy optikai jelenség csak sejtetni engedett az alakzatra. Tehát lehet, hogy ez is egyfajta ilyen éteri-szerű hajó volt. A tárgyat körülvevő opálos, részint aranyszínben játszó köd burkolta. A reptér fegyveres erői 200 méter távolságig megközelítették. A reptér parancsnokság szigorú parancsot adott, hogy senki ne közelítsen tovább. 16 darab, tehát azért az eléggé sok, 16 darab MiG-21-es rakétákkal felszerelt, elfogó vadászgépet riadóztattak. Az elmondás szerint, miután szovjet katonák is meg akarták azt közelíteni, az UFO felemelkedett a betonpályáról 150-200 méter magasságban. A parancsnokság parancsot adott az UFO üldözésére és annak kényszerleszállítására, azonban az mindenki szeme láttára percek leforgása alatt eltűnt a magasban. A radarok csak pár pillanatig tudták követni. Az eseményre igen jól emlékszem, tehát mondja ezt a honvéd, de mivel tart attól, hogy esetleg az által elmondottak a szigorú katonai és államtitok fogalmába tartoznak, így többről nem kíván beszélni, csak saját biztonsága érdekében. Úgyhogy keményen elnyomták már akkor is a katonákat, akkor most gondoljunk bele, hogy most mi lehet. Van ismerősem a honvédségnél, aki egyébként még egy ilyen kontakta is, tehát csatornázni is szokott, próbál puhatolózni, eddig nem sokra ment, hát nem túl nyitottak a témára, én inkább úgy mondanám.
Lehet, hogy már kicsit vagy egy kis rés, ugye, mert hogy a Pentagon már nyilatkozott, hogy igen, vannak ilyen repülőtárgyak, stb., de még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt nyilvánosan kezeljék. Hát igen, már nem is érsz. Én próbáltam mindenkit megkeresni, aki az aktákban szerepel, legtöbben már nem él sajnos, tehát nem lehet így visszavezetni a dolgokat. És hát azért is hoztam el a könyvemet, mert mondom, akkor hát, ha valaki majd meg szeretné vásárolni, pontosan már volt, és akkor megvette, Miklós engedélyével elhoztam. Tehát ez a magyar UFO akták, és nem csak az akták vannak benne, hanem komplett magyar UFO történelem, ahogy eddig nem volt feldolgozva. Van benne másoknak a kutatása hivatkozásként, 800 hivatkozás van benne, megadva, hogy honnan van az info, meg van persze az én kutatásom és az interjúk, felkerestem pilótákat, katonákat, nagyon sok mindent tudtak mesélni, és hát most is gyűjtöm ezeket, majd lehet, hogy lesz egy másik könyv is. Csak hát ez fogjon el. Egyébként 7000 forintba kerül, tudom, hogy nem a legolcsóbb kategória, de hát 500 oldal, vastag kötés, és nem vagyok pénzies, ennek a 30%-át én kapom meg, az összes többit a kiadom, tehát még csak a felét sem. A másik érdekes dolog, hogy nagyon sok kutató, mikor én ezt nyilvánosságra hoztam, tehát ez nem az UFO szövetség volt, meg nem a többiek, ezt saját kútfőből így kiderítettem, nagyon sokan örültek, benne is szerepelnek a könyvben ők is, akik segítettek, támogatnak, de sajnos volt olyan kutató, aki azt kezdte el hazudozni a többieknek, ezt így kénytelen vagyok megemlíteni, hogy én ezeket összelopkodtam, meg ő már rég tudta az UFO-aktákat. Hát mondom, akkor miért nem azt a nyilvánosságra? Tehát neki lett volna a legnagyobb dicsőség. Szerintem sértette a önérzetét, újságát, hogy én pár év alatt sikerült ezt összeszednem, mert bennem a 30 év és nem jött össze neki. Tehát most nem, ezt nem egóból mondom, csak hát ahelyett, hogy egy elismerést kapna az ember, inkább még ott rúgnak belé, ahol a saját pályáján állnak. Katasztrófa. Mindegy, ezzel őt minősíti, nem pedig engem. Akkor jól végezted a dolgot. Igen. Köszönöm. És hát nagyon jól mutatja, hogy a honvédséget érdeklik a különböző lények, de hát nálunk is vannak pozitív kapcsolódások, tehát nem csak elrablások, nem csak szimpla ufóészések. És itt vannak ezek a különböző segítők, akikről már részben beszéltem. Ezt, ahogy említettem, különböző korszakban mindig másként hívják őket. 1930-as évek előtt, meg az 1800-as években szellemi segítőknek nevezték őket, vagy nagy fehér testvériségnek. Ezt úgy definiálták, hogy jó indulatú lények csoportja tevékenykedik a háttérbe az emberiségért. Aztán az 50-es években a különböző kontaktok, úgy hívták őket, akik pozitív kapcsolatokról számoltak be, információkat kaptak, fölkerültek a hajóra, de nem úgy, hogy egy emlék foszlánnyal, hanem mindenre emlékeztek, tehát itt nem volt memóriatörlés. Őket Space Brothersnek, tehát űrtestvéreknek, vagy űrnővéreknek nevezték őket, nekem ez nagyon tetszik egyébként. És itt különböző ítített földönkívüli fajok tanácsokat adnak az embereknek, akár az, hogy ne háborúzzatok, a atomot hagyjátok, ne használjátok, mindenféle környezetvédelemre, stb. Fölhívták a figyelmet, de meghagyják a szabad akaratot. Tehát ők ezt csak elmondják, és mi azt kedünk az információval, amit tudunk. És hát sajnos ugye szokták mondani a szkeptikusok, hogy tehát mi a fenének mondják el átlag embereknek? Hát tudunk olyan emberekről is, akik nyilván vállaltak és esetleg magas pozícióban szerepeltek. Azt is szokták mondani, hogy de minek mondják el mindig ugyanazt? Hát mert megfogadtuk? Tehát azóta is ugye az a probléma, mint 50-60 évvel ezelőtt. Akkor mi más mondjanak? Osszák meg a technológiát, amivel egymást legyilkoljuk, vagy esetleg másik bolygókat? Szóval nem hiába szólnak mindig ugyanarról a beszámolók. És ugye itt van a modern változat, hogy úgy mondjam, a Galaktikus Föderáció, Konföderáció, itt fizikai és nem fizikai lények is tömörülnek egybe, ezeknek a szervezete. Azt azért el kell mondanom, hogy nagyon sokan rögnek ezen a föderációs dolgon, mert hogy mennyi kamu üzenet van, meg Astár kapitány már 500 millió éve jön, de soha nem ér ide. Itt az a helyzet, hogy ahogy én néztem a különböző beszámolókat, kapcsolattartókat, a 95%-a, megmondom őszintén,
vagy élből kamu, tehát a saját kútfűből van, vagy pedig negatív lények által meg vannak vezetve ezek az emberek. És nagyon könnyű az egót félrevinni, hogy én vagyok a nagy kontakta, kapcsolattartó, én kapom az üzeneteket, és minden évben megkapom, hogy most már leszállunk, de soha nem történik semmi. Hát akik ez nem tűnik fel, azzal nem tudok mit kezdeni, de látszik, hogy van ebben egy ilyen negatív megvezetés is. Úgy, hogy pozitíva kapnak szabad akaratot, hogy beavatkoznak egy bizonyos szintig, ugyanerre megvan a negatívak részére is. És ezt a föderációs dolgot egyébként 1953-ra lehet visszavezetni, ezt sokan nem tudják. Egy akkori kontakt egy George Van Tassel nevű férfi kapcsolatban lépett először Astárral és különböző lényekkel. Ők akkor is a atomkatasztrófa veszélyre hívták fel a figyelmet, és Tassel is megjegyezte haláláig bezárólag, hogy nagyon sokan Astár nevét használják kamuüzletekre, félrevezetésekre, és sajnos ennek egy ilyen, hát ezt tovább göngyölítették napjainkig is. Én a mai napig azt látom a neten, hogy ezeknek a nagy része egy ilyen kamu, hogy úgy mondjam. Tehát minden évben eljátszak, hogy most már leszállunk, ez lesz, az lesz, és soha nincsen semmi. Tehát ez látszik, hogy negatív megvezetés. Elhiszem, hogy van föderáció, elhiszem, hogy van Astár is, de úgy, hogy vannak más lények is, akik segítenek, és nem szabad, hogy minket félre vezessenek. Én annak idején a kutatást egyébként a pozitív földön kívüli kontaktokkal kezdtem. Engem nagyon megfogott, mert az UFO kutatók azt szokták mondani, vagy én azt szoktam rájuk mondani, hogy mindenki egy egyéniség. Tehát teljesen más, hogyha itt áll egy Egei Gyuri, teljesen más, hogyha egy Kisfaludy, teljesen más, hogyha Szűcs Robi, vagy bárki más. Mindenki egy egyéniség, és mindenki kiválaszt magának egy adott szakterületet, most így mondom. Most a pozitív földön kívüli kapcsolatokkal senki nem foglalkozott, amikor én ezt elkezdtem. Én ezt onda tudtam visszavezetni, hogy nekik a többi kutatónak ez túl meseszerű volt. És a elrablásokkal sokkal többet foglalkoztak. Nekik ez túl meseszerű volt, viszont engem valamiért nagyon megfogott, hogy végre nem egy ilyen negatív vonal, hanem pozitív, és elkezdtem fölgöngyöríteni a szálakat. És a különböző kontaktok egyébként ugyanazt kezdték el mondani a saját ideigbe az éteri világokról, vagy a párhuzamos világokról, mint ahogy most is beszámol erről, akár a tudomány is, hogy vannak ilyen világok. Tehát itt van az egyik kedvencem, ez a George Adamski, aki azt mondta, hogy az űremberek magasabb frekvencia állapotba helyezhetik az elméjüket, ami a testüket láthatatlanná teszi a mi korlátozott tartományunkban. Ezt 1950-es években abszolút nem tudták, hogy miről beszél, ő is csak nagyon sokszor fizikai dolgokra tudta visszavezetni az élményeit. De ha most elolvassuk a mostani tudásunkkal, a mostani nézeteinkkel, abszolút érezhető az, hogy különböző rezgésekről, meg terekről van szó. A másik Howard Menger, aki azt írta, hogy egy földi ember, ha más planétákra menne, nem látná az ottani életet. Mert gyorsabban rezegnek az atomjai, mint a sajátja. Ha csak nem, a fizikai testét nem kondicionálták föl. És ez a felkondicionálás lehet akár egy földön kívüli szerkezettel, vagy hogy a hajónak a rezgésterébe lépünk oda bent, nagyon sok mód van rá. Ez olyan, hogy ugye azt szokták mondani, hogy ha elmész a Vénuszon, nincs rajta élet. De lehet, hogy elmész asztrálisan, vagy egy felrezegtetéssel, akkor lehet, hogy ott meg már teljesen más környezet van, mint ahogy a fizikai valóságban látjuk. Ja, és direkt betettem ide egy magyart, aki ráadásul az 1930-as években médiumként tevékenykedett a spiritizmusban. Ő Eszter médium, vagy Pap Eszter, aki egyébként szoros kapcsolatban állt a szellemi vezetőjével, őt is elvitte különböző bolygókra, meg helyekre, és ő gömbökről is beszélt, tehát fénygömbökről. Ezeket magasabb szférákban lakó szellemek alkották, hát ő még szellemekről beszél, ugye, hogy utazó alkalmatosságú szolgáljanak olyan szellemek számára, akiket ők a magasabb szférájukba óhajtanak emelni. Tehát most így a szellemet nem úgy érti, mint egy kísértet, mert annak mi a fenének egy fénygömb, hogy utazzon benne, hanem itt magasabb dimenzió lényekről van szó. Egyértelműek az átfedések. És rám nagyon nagy hatása volt az egyik ilyen könyv, ami mindezeket az információkat kiegészítette, és merem ajánlani mindenkinek, hogy olvassa el, mert ez interneten letölthető ingyenesen, ez magyarul nem jelent meg hivatalosan, hanem valaki lefordította és föltette ingyenesen elérhetővé. Ez az egység törvénye. Ezt a 80-as években, most így mondom, hogy csatornázták le, de ez nem teljesen helyes, mert annyira komplex ennek a könyvnek a tartalma, a nyelvezete, külön kis szótár kell hozzá jóformán,
nagyon bonyolult üzenetek vannak benne, amik egymásra épülnek. Most egy egyszerűség kedvéért lecsatornázzák, és a különböző földön kívüli kapcsolatokra mutat rá, meg a mi helyünkre az univerzumban. És itt is beszél a pozitív földön kívüliekről, meg egyúttal a negatív földön kívüliekről. A pozitívak azok a másokat szolgáló entitások, míg a negatívak az önmagunkat szolgáló entitások, tehát a saját érdekükben tevékenykednek itt. És az mellett rólunk is beszél úgy, mint egy test-tudat-lélet komplexumról, miszerint az egység törvénye minden dolog egy, hogy nincsen polaritás, nincs helyes vagy helytelen, nincs diszharmónia, csak azonosság. És azzal kezdi úgymond a spirituális útra való lépést, hogy milyen ismert föl önmagadban az egységet. És különböző részekre szedi, hát itt most nagyon lekurtítottam, úgy mondjam, itt oldalakról van szó. Tehát először is vizsgáld meg önmagadat. Nyilván mindenképpen vannak jó tulajdonságok, vannak rossz tulajdonságok. De nagyon fontos hozzáteszi, hogy fogadd el önmagad, és ne ítélkezzél. Tehát a rossz tulajdonság oké, hogy ott van mindenkivel, mint hogy bennem is, de azért van, hogy ezt úgymond csiszoljuk, kijavítsuk, vagy ráismerjünk, rá, felismeréseket szerezzünk. Az mert, hogy magadat elfogadod, és folyamatosan fejleszted, ugye mi van a többiekkel? A többieket is el kell fogadnod. Ez nem egyenlő azzal persze, hogy most te elfogadod azt, hogy valaki gyilkol, valaki öl, vagy bármilyen más dolgot, hanem elfogadod, hogy jelenleg ez a helyzet, vannak ilyen emberek is, és ez majd a későbbiekben változhat. És nem csak a lelki folyamatokat kövess végig, hanem a testi folyamatodat is, mert ugye ezek kapcsolódnak egymással. És odaírtam végére, hogy ugye vannak emberek között is, vannak az önmagunkat szolgálók, meg vannak a másokat szolgálók is. Itt egyébként nem arról van szó, hogy önmagadat nem szolgálhatod, csak ennek egy egészséges keretek között kell lennie, tehát egy ilyen 50-50 százalékban. És ez az egység törvénye nagyon sok minden rámutatott arra, amit én elmondtam most, tehát ki kell alakulnia egy ilyen egység tudatnak, hogy úgy mondjam. Szintén erről beszélnek az indiánok, a sámánok, a táltosok, meg a modern földön kívül kapcsolatok, kontaktok is. Itt direkt régebbieket hoztam, Maria Hozé, szintén egy ilyen sámán asszony. A mindenség tele van jelekkel, szinkronicitások, véletlenszerűségek, stb. Aki megtanulja helyesen nézni a dolgokat, megérti, hogy miről beszélek. A felhő alakja, a madarak röpte, a természet hangjai, egy váratlan találkozás mind-mind az Isten akaratát közlő üzenet. A mindenség logikusan összeálló egész, amely önmagát tartja fenn és értelemmel áthatva fejlődik. Tehát ezt az egész univerzumra kell értelmezni, nyilván itt a itt ülőknek ez már nem idegen gondolat. Volt már olyan, aki nem ismerte ezeket, és úgymond felnyílt a szeme, hogy úgy mondjam. Aztán itt van népörszi indián, gyógyító sas. A hagyomány 4-5 világot említ. A teremtő világokat egyetlen egyszerű törvény alapján alkotta. Harmóniában és egyensúlyban lenni mindennel. Ha nem teremtjük meg ismét az egyensúlyt, ez volt az utolsó esélyünk. Hát most láthatjuk, hogy milyen kaotikus lett a világ. Most az itteniek feladata részben az, hogy ugye ezt az egyensúlyt valamilyen módon megteremtsük, mert most eléggé diszbalanszban van inkább a negativitás, hogy úgy mondjam. És szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat, egységben az erő, szerintem ezek a mondások is tökéletesen rámutatnak a lényegre, hogy mindannyiunknak egységet kell képviselnie. Lehet, hogy különálló lelkek vagyunk, de egyúttal képviselnünk kell az egység tudatot is. Erre van egy nagyon jó mondás, hogy mi is ugye a teremtőtől az egységből jövünk, ide le a fizikai síkra, a sokságon át, de végül ugyanoda kötünk vissza, tehát vissza az egységbe, az eredetünkbe. Olvastam erről egy nagyon gyönyörű tanítást, hogy egy elbeszélést, hogy meg akartam változtatni a világot, de az nem változott meg. Utána meg akartam változtatni az országot, hát az se változott meg. Meg akartam változtatni a városomat, de hát az se változott meg. Meg akartam változtatni a családom, az se változott meg. Amikor rájöttem, hogy önmagamat változtatom meg, és ez hatással van a családomra, majd ez szépen kiterjeszkedik országra, világra, stb. Ez a megoldás. Tehát először kicsibe kell kezdeni, nem lehet egyelőre a lépcső legalsó fokáról a legtetejére felugrani. És hát ugye mi a feladatunk? Nem csak az, hogy önmunkat szolgáljuk és fejlesztjük, de a másokat is segítenünk kell, különböző feladatokkal, különböző módokkal. Egyértelmű, hogy a szeretetet, bármilyen sablósnak is hangzik, ez a lényeg a szeretet. A szeretetet kell,
béke, az öröm, a harmónia, megbocsátani másoknak, tehát nem szabad örökre haragba lenni a másikkal, szükséges az empátia is, hogy megértsük az embertársunkat, miért olyan, amilyen, mi annak a gyökere, miért olyan az adott személyisége, segítséget kell neki nyújtani, és hát nyilván valakinek az a feladat, hogy kapcsolatba kerüljön az isteni szférákkal, az égiekkel, és egy lelki fejlődést lebonyolítani ezen a bolygón, vagy majd aztán egy másik bolygón is, és hát egyértelmű, hogy ezt a csodálatos földet meg kell mentenünk. Tehát más út nincsen, én ebben nem látok más megoldást, az összefogás, az egységtudat az, ami kell, és lezárnám az előadást egy idézettel, amit biztos, hogy sokan ismernek, de egyértelműen rámutat a lényegre, hogy nem emberi lények vagyunk spirituális tapasztalatokkal, hanem spirituális lények vagyunk emberi tapasztalatokkal. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Egyébként a honlapom ott van, cikkek vannak rajta, előadások, nagyon sok mind ingyenesen, tehát ezt le lehet tölteni, meg lehet nézni, kivéve a könyv, ugye, mert az most itt van. Köszönöm szépen még egyszer.